Isten hozott mindenkit, elnézést a késésért, így is rávertem 42 percet a GPS-re, úgyhogy jöttem, ahogy tudtam. És a mai alkalommal arról beszélnénk, ugye itt az a cél, hogy jöjjön össze egy társaság valahol a kiskertek meg az Anasztázia kertek mentén. Én sem tudom ezt máshogy elképzelni, a jövőt. Tehát az emberiség előtt mindig két út állt. Az egyik az a természet törvényeit megismerve és felismerve társteremtőnek lenni a teremtővel, és a másik út az pedig az, hogy nekiállunk barkácsolni. Na most az a barkácsolós út az idáig vezetett. Ú, mennyi ismerős van, tényleg ilyen ismerős arcok koncert. Tehát többször már az emberiség végveszélybe került, pusztulásba került, mindenki hallott már Atlantisról, meg esetleg az előző borulásokról is. Hát most megint egy ilyen borulás szélén állunk. Én azt hiszem, hogy egy reményünk van, hogy egyre többen ébrednek fel. És egyszerűen amiatt ébrednek, mert mindenki érzi, hogy egy kicsit szorít a cipő, meg itt szúr, ott fáj, mindenki beteg, boldogtalan, vagy hát tisztelt a kivételnek. De én nem hiszem, hogy tud valaki úgy boldogan élni, hogy látja, hogy mennyi boldogtalan ember van. És végül is a boldogság lenne a fokmérője az életünknek. Tehát a boldogság az az, hogy megy az ember az útján, és halad előre. Tehát a saját utadon vagy, és haladsz előre. Na most, ha ennyire mindenki beteg meg boldogtalan, akkor nem vagyunk az utunkon. Még egy nagyon komoly jelzés van, az a szemét. Tehát a természetben nincs szemét. A szemét az az, hogyha valami kikerül a körforgásból, és nem talál a helyére. Tehát valami kikerült a helyéről. Tehát gondoljátok el, hogy mit tudom én, van a gyerek, játszik a homokozóba, belemegy a homok a cipőjébe, és kijönti a szőnyegre. Tehát a homokozóban nem szemét, a szőnyegen szemét. Tehát mindössze így jön létre a szemét. És tulajdonképpen ez az irdatlan mennyiségű szemét, ez is azt jelzi, hogy nagyon nincsenek a dolgok a helyükön. Gondoljátok el, hát itt jöttem át egy csomó falun, nagyon sok ilyen pusztult ház van, ilyen megrogyott öreg székely házak, mutatva, hogy itt egy nagyon komoly életmódváltozás folyik, zajlik, mert ezek egyébként értékes, jó minőségű lakóhelyek. Adják őket Evek 30-adjára, és egy ilyen ház, amiben gyakorlatilag csak kő van, meg fa van, meg agyag van, ez összedől, akkor az szépen visszaomlik a természetbe, lesz egy kis csalánnal befedett dombocska a helyén. Tehát most gondoljátok el, hogy mi lesz a mai épületeinkből, a sok polisztirollal, meg csempével, meg mit tudom én, mindenféle szentszarral, amivel telepakoljuk. Ez megy a sítbe, megy a szemétbe. Na, tehát nagyon sok jelzés mutatja, hogy nem jó úton haladunk, és akkor nyilván, hogy mindenki próbálkozik, mint malac a jégen, és akkor jönnek ilyenek, hogy... Szia, Levi! Hoztál cseppeket? Tehát akkor vannak ilyen próbálkozások, hogy fenntartható fejlődés. Tehát ez a fából vaskarika. Tehát ez olyan, mint hogy tehát eleve fejlődni, végtelen fejlődést akarunk egy véges bolygón. Ez nonsens. És mi az, hogy fejlődés? Mondjátok meg, hogy miben vagyunk fejlettebbek, mint a 200 évvel ezelőtti őseink. Jobbak a ruháink? Vagy mi jobb az életünkben? Egy dolgot mondjatok. Szóval mindig ez a két út állt az ember előtt, hogy tanulunk a teremtésből, amit az Isten azért rakott elénk, hogy egy mintát mutasson, hogy én így teremtek. Próbáld meg ezt utánozni, vagy akár felülmúlni. Meg gondoljátok el, hogy ezt is megteheti az ember, ez annyira durva. Tehát nem tudom, hogy biztos mindenki hallott már az ártéri gazdálkodásról. Hányan hallottatok, akkor nem rajzolgatok. Akkor hányan nem hallottatok? Senki nem meri föltenni a kezét, jó van, akkor ez a probléma megoldódott. Na, tehát annyi a lényeg az ártéri gazdálkodásnak, hogy úgy tudok belenyúlni a természetbe, azért csak lerajzolom, úgy tudok belenyúlni a természetbe, hogy a természet javul általa. Tehát itt van a folyó,
ez kijönt bizonyos helyeken, és elönti a laposokat. És vizet visz a tájba, hiszen az a dolga, életet visz a tájba. És utána, amikor apad a folyó, akkor elindul visszafele a víz. És ez a mozgás, ez ilyen kis fokok mentén, ilyen kis patakmeder-szerűségek mentén jön létre, amit az ember tulajdonképpen az ember mesterséges rásegítésével jön létre. Tehát nézi, hogy működik a természet, és azt mondja, hogy figyelj, ennek a folyónak az a dolga, hogy kibomoljon a tájba, beterítse a tájat, és hogy életet vigyen oda. Én segítek a folyónak, mert ez a dolga, ő meg segít nekem. Tehát ugye most kezdenek el beszélni közgazdászok arról, amit ők úgy hívnak, hogy nyer-nyer stratégia. Tehát egy olyan stratégia, hogy mind a két fél jó jár vele. Most a természet nem használ mást, mint a nyer-nyer stratégiát, csak mi vagyunk ilyen hülyék, hogy szopatjuk egymást a nap 24 órájába, és még büszkék is vagyunk rá, hogy ilyen menedzser vagyok, meg olyan menedzser. És akkor hány diplomám van? Ez csak annyit jelent, hogy milyen szinten tudom átkúrni a többi ember fejét. Ennyit jelent, higgyétek el, majd rá fogtok jönni. Nekem három van, úgyhogy én nagyon magas szinten tudom átverni bárkinek a fejét. De nekem már nem ez a célom. Na, tehát a lényeg a következő. Tehát kimegy, és a folyóból kimennek ívni a halak az árterekre. Egyszerűen azért, mert itt tele van táplálékkal, meg melegebb, meg sekélyebb, meg minden. És utána, amikor elkezd apadni a folyó, ugye megérzik az áramlásnak a változását, és elindulnak visszafele a folyó felé. Igen ám, de ilyenkor az emberek gyorsan odarakják a cégéket. Tehát egyszerűen lerácsolják, és nem engedik vissza a nagy halakat a folyóba, viszont a kis halakat visszaengedik a folyóba. Most gondoljátok el, hogy a nagy hal nem tudja megenni a kis halat, ezért több lesz a hal, mintha nem halásznám le. Tehát gondoljátok el, hogy szekér számra viszi haza paraszt füstölni a halat, és úgy, hogy közben a folyóban több hal van, mintha nem halászna. És ez egy példa, de a régi paraszti kultúra, mert nem ez a paraszti kultúra, amit mi ismerünk, hogy beállunk egy sor kukoricába, azt este kiállunk belőle, és mint a droid biorobot egész nap kopácsolunk, ez már egy nagyon elrontott valami. Nekünk ezt adják el, hogy hát igen, a paraszti kultúra az így nézett ki. Nem így nézett ki. Szokás szerint hülyítenek minket. A paraszti kultúra az egy hihetetlenül sokszínű kultúra volt, egy sok haszonvétű kultúra. És nagyon jól csinálták a haszonvétet, ezért nem kellett beledöbbenni a munkába. Ez az utolsó 100 év volt talán, amikor megjelentek a kapásnövények, meg az emberek már pénzre mentek, és nem arra, hogy éljenek. Föld az életet ad, ez a dolga. Élelmet ad, életet ad, de a pénzt azt úgy kell tőle kicsikarni. Volt már nem tudom, olyatszor ez az Agromas Expo Pesten, ez egy ilyen hatalmas agrár bemutató. Hát képzeljétek, hogy akkora kombájnok voltak, hogy nem lehetett benne a csarnokba kiállítani őket, mert nem fértek be. Értitek? Ez egy háború a természet ellen. Egy háború a természet ellen és a teremtő ellen. És ezek ott a harckocsik, meg mindenféle vegyi fegyverek, minden ott van, amit felhasználunk a természet ellen. Csak az a baj, hogy azért néha visszanyel a fagyi. Na, tehát ugyanígy a foggazdálkodásnak a mintájára minden, például az erdőgazdálkodás, akkor Gyimesekben ez a legelőgazdálkodás, hogy vitték a kaszálókról, ugye hordták le a sarogjákat, és akkor szórt el a magját végig. Szórt el a szén a sarjú, szórt el a magját, és újra vetették az egész területet. Tehát hihetetlen egyszerű, és figyeljetek, jó, akkor most előzetesen hadd mondjak el egy-két dolgot, hogy miről veszitek észre a hamis tudásokat. Mert a világ az azért van itt, mert tele van hamis tudásokkal. Sőt, ahogy én észreveszem, én is tanítottam egyetemen, gimnáziumban, sok helyen tanítottam, én egyet veszek észre, hogy a kötelező oktatás gyakorlatilag azért jött létre, hogy a hibás tudásokkal kiszorítsák a valódi tudásokat. Ez most durván hangzik, amit elmondtam, majd ha elértek egy bizonyos kort, szerintem erre mindenki rá fog jönni.
Tehát ugye Mária Terézia volt az, aki Magyarországon bevezette a kötelező oktatást, a Ratio Educationis nevű törvénye volt, aminek kezdve a preambulumában, hogy a kötelező oktatásra azért van szükségünk, hogy a birodalomnak hű alattvalókat neveljünk. Így egy az egyben, bele a pofánkba. Nagy igazság, mert ott átüszöktek. Szóval a mai napig semmi nem változott, higgyétek el. Tehát egyszerűen nézzétek meg, csak nézzétek meg ezeket a szakokat, amik ma vannak. Menjetek föl a felvi.hu-ra, ez a magyar egyetemeknek az oldala, nézzétek meg ezeket. Tehát semmit mondó büfészakok, ilyen szervező, olyan tervező, a nulla tudással. És nem, tényleg nem bántom őket, mert vala én is ezt csináltam, de azért higgyétek el, amikor egy gyerek, ma már ugye Magyarországon 3 éves kortól kötelező az oktatás. Mikor végeznek el egy egyetemet? 18, meg mit tudom, mondjuk 5 legyen, vagy 6. 24 éves korára elvégzi egy ember az egyetemet. Tehát 3 éves korától 24 éves koráig 21 év telik el. 21 év alatt semmit nem tanul arról, hogy mi a nőnek a feladata, mi a férfinak a feladata, mi egy családnak a feladata, mik a teremtés alaptörvényei. Mi az, hogy forrástörvény? Mi az, hogy karma? Semmit, értitek? Tehát belelökik az embert úgy mindenbe, a családalapítástól a párválasztásig, hogy semmi előzménye nincs, semmi, nulla tudás. És akkor csodálkoznak az emberek, hogy mindenki kóvályog, meg gólyafos a levegőbe, meg háromszor, négyszer mellé nyúl, meg végigpróbálja a fél falut, amíg az egyik lányka jó neki. Szóval ezek nem jó, higgyétek el. És ezek helyett a tudások helyett kéne valós tudást adni, de arra nincs idő. Hát miért nincs idő? Mert tanulod a király pingvinek nemi életét. Úgyhogy a tiédre már nem jut idő. És ez van, ez van. És ebben az egészben az a legforzalmasabb, hogy emlékeztek erre a mesére, ugye, hogy a király új ruhája. Hogy csaló takácsok oda mennek, és azt mondják a királynak, hogy egy csodálatos ruhát szőnek neki aranyból, meg ezüstből, meg mindenből, de ez egy olyan ruha lesz, aki csak az látja ezt a ruhát, aki méltó rá, érted? És akkor mindenki dicsérgeti a király új ruháját, hogy hát ez a felső oktatás, hát ez így EU-s, ilyen akkreditációs, annyi kreditpont jár érte, ennyi ilyenre tudom használni. És mesztelen a király. És kinek jut eszébe, hogy mesztelen a király? Emlékeztek, hogy ki mondja, ki meri kimondani? Mindenki látja, hogy mesztelen a király, de ki meri kimondani? A kisgyerek. És mit mond Jézus? Váljatok gyerekké. Higgyétek el, hogy nincs más út. Vagy elkezdünk őszintén beszélni arról, ami nem működik a mai világban. Nem működik az oktatás, nem működnek a párkapcsolatok, nem működnek a családok. És ennek nem az kéne, hogy takargatjuk meg, hát gyönyörű a király új ruhája. Mert közben a takácsok megtömik a zsebüket az arany meg ezüst szálakkal. Tudjátok a mesét. Ki kell mondani, hogy nem működik. Azért nem működik a család, mert nincs célja. Pont. Család az egy olyan egysége volt a teremtésnek, ahol egy közösség ugye azzal a céllal létrejött, hogy közösen teremtettek, közösen dolgoztak, a gazdasági dolgokat közösen csinálták, közösen védték egymást, ugye, és a szakrális dolgokat is közösen csinálták. Tehát közösen előbb eljutottak az Isten közelébe, mintha mindenki egyedül bógrászott volna. Na most hadd kérdezzem meg, a mai családban melyik működik ebből? Melyik működik, amikor még egymás elől dugdossák a bankkártyáikat a férfi meg a nő? Akkor mi működik? Hát a védelem. Igen, a védelem működik. Akkor a nagymama az miért a szociális otthonba ül? A gyerek meg miért a csomagmegőrzőbe van? Szakrális dolgokról már nem beszélek, mert erről nem illik beszélni. Szóval vagy újra tervezzük rendesen az életünket, vagy az egész az ránk fog omlani. Úgy, ahogy már a nyugati civilizációk ráomlott az emberekre. Már szingli lakótelepek vannak. Gondold el, olyan céllal jöttek létre, hogy az emberek ilyen egy embertárolóba erdül lejjék az életüket. És akkor persze néha megdugják őket, meg mit tudom, ráengedik őket a
lányokra, az egy óra, és utána ki kell dobni, mert arra nincs hely, hogy ott valaki még éljen. És gyerekről már szó sincs. Tehát a civilizáció saját magát falja föl. Miért vállalna gyereket valaki, amikor ez kényelmetlen, amikor ez drága? Ugye Magyarországon is volt egy ilyen szlógen, hogy kicsi vagy kocsi. Ebből lehet inni, vagy ez dísz? Dísz. Abból? Az nem dísz. Majd megnézzük a tüzes vizet, mert az jó szokott lenni. Bocsánat, csak közben nem sokat ittam, útközben mesélyedtem. Ezt majd vágjátok ki, mert szokatlan, hogy vizet iszok. Na, tehát, hol tartottunk? Ja igen, tehát, hogy kicsi vagy kocsi. Volt egy ilyen szlógen Magyarországon 70-es években, hogy kicsi vagy kocsi, vagy 80-as években. Tehát, hogy el kell dönteni, hogy vagy az ember gyereket hoz létre, vagy pedig kocsit vesz. Mert körülbelül ugyannyiba kerültek a dolgok. Egyikre is várni kellett, egyikre 9 hónapot kellett várni, másikra 5 évet, de azért valahogy megvolt ez a dolog. Na most itt a mai világban a kicsi az egy teher. Egyszerűen azért teher, mert, és majd kérdezzétek ki olyan ismerőseiteket, ahol 2-3 gyerek van, azért teher, mert nincsenek nagyszülők, nincs közösség. Tehát nem lehet kicsapni a gyereket, mint régen, hogy menj ki az utcára, azt játsz a többi gyerekkel. Értitek? És ez egy olyan komoly teher egy családnak, hogy a legtöbb fiatal ezért nem mer gyereket vállalni. Másik, amiért nem mer gyereket vállalni, az a saját hülyesége, mert beszopja ezeket a dolgokat, hogy mindenképpen kell neki az 500 ezer forintos babakocsi, meg a mit tudom, hány százezer forintos gyerekágy, meg miket vesznek még. Baby őr, ami áttelefonál a másik szobába, meg miket szoktak még. Mindenféle ilyen melegítő, cumis üveg melegítő, érted? Hogy hőfokon tartja a tejet, meg ilyen teljes blödi. Minden szart rásoznak az emberekre, miért? A félelmeik miatt. Meg babakád, érted? Hát figyelj, nekem volt összesen 5 fiam. Azt hiszem, talán az első fiamnál volt még babakád. Többieknél az volt, hogy szépen velem fürdött. Langyos víz, csináltam egy kis fürdőszigetet neki, oda kitettem, és akkor pancsoltunk együtt. És ez egy csoda volt. És ezt nem pótolja az, hogy mindenféle hőmérővel, ilyenizé, olyanhozé. És a gyerek is itt van biztonságban. Tehát az apján vagy az anyján. És ez mindenne így van. Na mindegy, szóval elég az hozzá, hogy túlbonyolítjuk az életet, és abba is túl, és tele vagyunk hibás tudásokkal. Tehát, hogy nem lehet máshogy gyereket nevelni, mint bébi ételekkel, meg ilyen orvosi vizsgát, olyan magzatvédő vitaminok. Arra figyeljetek, hogy a mai világban minden pont az ellenkezőjét jelenti, mint ahogy hívják. Mert ez egy hazug világ. Tehát a magzatvédő vitamin az biztos, hogy nem tud, nem tesz jót a magzatoknak. Mint hogy az árvízvédelem se arról szól, hogy minket védjen, hanem ott van a nevében, az árvizet védi. Érted? Ez a dolga. Tehát ha nincs árvíz, akkor nincs árvízvédelem. Miből élnek szerencsétlenek? És nehogy azt hitt, hogy nem így van, majd nézz utána. Valaha Tiszán ilyen félméteres árvizek voltak, meg egyméteres árvizek, most 10 méteres árvizek vannak. Hála az árvízvédelemnek. Ilyen egyszerű az élet, és ez minden egy van. Na és ezek miatt, a hibás tudások miatt mindentől félünk. És olyan, a félelmeink olyan teremtői tudásokat és folyamatokat kapcsolnak ki, csak egyet hadd mondjak el, hogy körülbelül lássátok ezt a mechanizmust, de utána kapásból ennek a mintájára 1001-et tudnátok mondani. Tehát minden egyes állat a teremtésben úgy adja át, a ivadék gondozó állat, úgy adja át a gyermekének, az ivadékának a táplálékot, hogy előcsócsálja, megrágja, visszaöklendezi, stb. Az a lényeg, hogy mindenképpen megrágja fel, és ez nem csak egy mechanikus aprítás, mert amikor te rágsz, akkor a nyáladba, nyálad az tulajdonképpen egy ilyen kódkártya az egész emésztő rendszernek, hogy mi történjen azzal a táplálékkal.
Tehát ugye megízleled, analizálod, és utána nyálatban van az a minta, hogy hogy kell feldolgozza a szervezetet. Na most, amikor te átadsz egy előcsúcsát, kenyeret, általában először kenyeret és szalonnát adtak a gyereknek. A szalonna az nagyon durva, az majdnem anyatej. Majd nézzétek meg az összetételét, hihetetlen közel áll az anyatejhez, úgyhogy először azt adták a gyereknek, hogy összecsúcsáltak szalonnát, kenyeret, és ezt adták. Na most, amikor az anyuka csúcsál, akkor megjelenik az a nyálminta, amivel azt a táplálékot feldolgozza. Ezt odaadja a gyereknek, és a gyerek veszi az adást, hogy igen, anya, így kell ezt feldolgozni. Tehát nem, hogy azt hiszi, csak az a tanítás a gyereknek, hogy ügyű-bügyű, meg mit tudom én, halmaz elmélet, mert ma már ezt tanítanak a gyerekeknek, hanem az az igazi tudás például, amikor szoptat. Amikor szoptat, akkor a tejút, ugye? A teljességnek az útja. Tehát adja át egy anya a teljes tudását. Egyébként ezért van az Anasztázia könyvekben is nagyon sok utalás a szoptatásra. Vagy gondoljatok arra, hogy a Táltost 7 évig szoptatta az anya. Nem véletlenül. Hát a teljes tudását átadta az édesanyja. Na, szóval amikor csúcsál az anya, akkor a gyerek megkapja a programot, hogy azt a típusú táplálékot hogy lehet lebontani. És szépen az összes táplálékot lassan odaadja az anyja, és mindegyiknek ad egy mintát. De nem, hát mi higiénikusak vagyunk, ugye? Hát ezt nem engedi az ANTS, vagy a mit tudom én micsoda. Nem, ezt az emberi hülyeség nem engedi. Körülbelül 100 éve már a bábák, a tanult bábák, tehát nem a falusi bábák, hanem amiket már Marosvásárhelyen, meg mit tudom, hol képeztek, meg nálunk is voltak ilyen bábaképzők. Ez volt az első, amit megtiltottak a szülőknek, nagyszülőknek, hogy csúcsáljanak. És mi indult el? Az emésztési zavarok. Gluténérzékenység, tejérzékenység, ilyen érzékenység, olyan érzékenység. Mit gondoltok, ez a semmiből jön? Ezek nem, tehát ezek a betegségek nem a semmiből jönnek. Tehát nem támadnak az űrlények, és akkor majd a Bruce Willis megmenti a világot, hanem arról szól, hogy hülyék vagyunk. Hülyék vagyunk, és neki megyünk a falnak. És a természet próbálna minket figyelmeztetni, hát ezek a betegségek arról szólnak. Hát volt a, mit tudom, hajadik ilyen érettségi találkozónk volt már, kurva sokadik, és akkor össze kellett írni egy ilyen étlapot, hogy ki mit kér. És képzeljétek el, hogy nem tudtunk egyforma kaját tenni, nem tudtuk egyforma élelmet tenni, de mindenkinek volt valami nőkéje. Hogy ez ezt nem tudja enni, az azt nem tudja enni, tehát ez annyira abszurd. Az ember az mindenevő, bármit meg tud, a vasszeget meg tudnád enni. Csak tönkretesszük a szervezetünket. Na, tehát mi lehet a visszaút? Tehát ezt végig lehetne sorolni bármivel ezeket a hibás tudásokat. Hogy mibe kerül az nekünk, hogy, és akkor lehetne sorolni, hogy egy-egy hibás tudásunk mibe kerül nekünk. Például az, hogy nem lehet munkahely nélkül megélni. Ez mibe kerül nektek? Ez legalább 20 évbe kerül, hadd mondjam el. 20 év halott időbe. Ezt nálunk úgy csináltuk az egyetemen, hogy aki késett, az hozott egy túró rudit, és letette a tanári asztalra. Ezt csak úgy mondom neked. Nem célozgatok, csak úgy mondom. Na, tehát marhasokba kerül nekünk az, hogy tele vagyunk hibás tudásokkal. Hogy lehet kitenni a hibás tudásokat? És akkor itt először mondok egy előzetest, azt majd elmondom a jó módszert. Tehát én, amit észrevettem, körülbelül egy olyan 25-30 éve foglalkozom ezzel a témával, hogy mi a valódi tudás, mi nem, hogy lehet eldönteni, hogy lehet megkülönböztetni. Én, amit észrevettem, azok nagyon egyszerű dolgok. Az egyik az az, hogy a valódi tudás az mindig egyszerű, mint egy fahék. Mindig egyszerű. Tehát a valódi tudást arra ismert, hogy meghalad és azt mondod, hogy meg. Érted? Tehát észreveszed, hogy ilyen egyszerű, és miért nem jutott el ez az agy, amíg stb. A hibás tudás az mindig bonyolult. Tehát egy tudás, ha bonyolult, akkor biztos, hogy nem működik. Ezzel ne is foglalkozz. Tehát amikor az Einstein azzal dicsekedett, hogy az általános relativitás elméletet rajta kívül még két ember érti a világon, akkor abból már lehetett tudni, hogy ez egy óriás kókler, ez a faszé. A másik, ami talán még ennél is fontosabb, hogy a valódi tudás az mindig megnyugtat. Mindig megnyugtat. Hallasz valamit, és azt mondod, hogy igen, éreztem belőle, hogy így van, erre lehet támaszkodni, be tudom
építeni az életembe, stb. A hibás tudások azok mindig félelmet keltenek. Oltasd be magad humán papilóna vírussal, vírus ellenes oltásra, mert ha nem, akkor mit tudom én micsoda. Mit csinál a humán papilóna vírus? Méhnyakrákot. Akkor miért kell fiúkat beoltani ellene? Értitek? És nem kérdezzük meg a mi érteket. Ez olyan természetes, hogy mindent beszopunk. Van egy kedvenc példám, de az a baj, hogy túl sok olyan ember van, aki ismeri, de azért tegyétek már föl a mutatóujjatokat, jó? Mutatóujját tegye föl mindenki. Jó, még az első sorokban volt egy-két mutatóujj, ugye ez a mutatóujj, ez a hüvelykujj. Értitek? Erre figyeljetek oda, mert így működik a kötelező oktatás. Így működik a média, minden így működik. Érted? Úgy, hogy kiáll egy ember ide a katedrára, és azt mondja, hogy én vagyok az elő-hátul doktor, vagy azt mondja a tévével, hogy én vagyok a mit tudom, hogy milyen szakértő, és akkor ontja a hülyeségeket is. Ja, hát a szakértő, ő tudja. És kikapcsolod a saját agyadat. Érted? Fölteszed a mutatóujjadat. Nagyon figyeljetek erre az, ebbe az életbe erre, mert ez egy nagyon fontos valami, amit mondok. Na, az igazi tudás, azt pedig úgy lehet megszerezni, hogy tapasztalsz. De hát gondold el, hogy úgy működik a teremtés, egyébként a magyar ősvallás szerint is, hogy a teremtőnek van két oldala. Van egy férfi oldala, egy teremtő, sugárzó, létrehozó, aktív oldal. És van egy női oldala, egy anya, egy anyag, ami befogad, ami testet ad, testet ölt. Ugye az, mint ami a születésnél történik, minden gyermeknél ugye ez a játék lezajlik, ki tudja már hány milliárdodszorra. Na, és ez azt jelenti, hogy a teremtő mind a két oldalon ott van. Tehát ugyanarról a teremtőről beszélünk, az válik szét egy férfi és egy női, és ez a kettő együtt valami. Tehát az anyag és az energia, az a kettő együtt, az információval átszőve, ez a Szent Háromság a világban. Na most ez az anyagi része, az anyai része, az anya természet, az pontosan azért jött létre, hogy negatív visszacsatolás kerüljön a rendszerbe. Értitek? Tehát most gondold el, hogy te egy festő vagy. Mondjuk itt van a csomortáni Gál Laci, aki tele pingál mindenféle izéket, ilyen ablakokat, meg ajtókat, meg minden fadarabot. És gondold el, hogyha az életbe senki nem látta volna a munkáit, senki nem mondott volna kritikát, nem kapott volna soha egy tükröt, hogy ez baromi jó. Vagy legalább nem mondta volna azt, hogy ülj le, fiam, kettes. Érted? Na most, ha ez nincs, akkor nincs teremtés. Fölösleges. Tehát, ha kikapcsoljuk a földet, a földi síkot, az anyaföldet, az anyagot, az anyagit, akkor minden tönkre megy. És akkor elmondom közérthetőbben és durvábban, mert valamiért a mai ember ebből ért. Ugye Csíkba vagyunk, az egy jó kaotikus vidék, mármint a kaotikus egyháznak a fenntartósága alatt van. Hadd mondjam el, hogy mi a gond, és azonnal észre fogjátok venni. Az emberiségnek a legősibb jelképe ez a köroszt. A köroszt vagy kereszt az egyetlen egyről szól, ugyanarról, mint a célkereszt. Légy középen. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a szellemvilág, ne szállj el, tehát ne gyere ezzel a óhéber dumával, hogy nekem ez már az utolsó reinkarnációm. Azt a szemetet meg majd én fogom összeszedni helyetted nyilván. És azzal se, hogy téged nem érdekel, nincs szellem, nincs semmi, van a merdzsom, meg van ez a bikaláncom, és akkor érted? Tehát a kettő közt legyél középen. A föld és ég között, ugye? Feletted az ég, alattad a föld és benned a létre, hogy Vörös Sándor mondja, hogy gyönyörű ez és nagyon eltárt. De ebbe az irányba is maradj középen, tehát ugye a jobb oldal az a férfi oldal, a bal oldal az a női oldal. Ebbe is maradj középen, tehát magadba tud ki egyensúlyozni a dolgokat. Érted? Tehát ez a nagyon macsó se legyél, mondjuk, ha férfi vagy, meg ez a nagyon takony se legyél, ami egy mai jellemző férfi, ezzel másféle személy számmal. Tehát próbálj meg valahol középen maradni. Igen, legyél férfi, legyél tengely, de ugyanakkor próbáld megérezni, megérteni, hogy mi az, hogy női minőség. Érted?
Tehát ez körülbelül a yang yin, ugye? Kiteljesedhetsz, mint férfi, de akkor fogsz kiteljesedni, hogyha megjelenik benned az ellentétednek a magja. Érted? És ez a szép ebben a játékban. Tehát akkor leszel valódi férfi, ha megérted, mi az, hogy nő. Ennyi. Na, tehát ez volt az eredeti felállás, ez egy emlékeztető volt a kőkorszak óta, vagy lehet, hogy már előbb is, ezek az első leletek a Kárpát-medencébe is. És ez egy nagyon fontos figyelmeztetés, hogy légy középen. Na most nézzük meg, hogy mit csinált ebből az egyház. És nem szidom az egyházat, én egyszerűen tudomásul veszek dolgokat, fizikus vagyok, az a dolgom, hogy logikai rendszerekből tudjak következtetni. De a jelkép nagyon fontos. A jelkép az minden. Az egy tervrajz, az egy térkép. Ebbe a térképbe az került be, hogy mozdulj ki a középpontból a szellem felé, és rövidítsd be a férfi-női oldalt. Ezt nem én mondom. Egy egyház ezt választotta szimbólumul. Nyilván oka volt. De következménye is van mindennek. Értitek? Tehát ez azt jelenti, hogy eltávolodtunk a Földtől. Ami a Föld, az ma már piszkos. Leesik a gyerek, vagy leejti a gyerek a kenyeret, és fúj fiam, dobd ki, koszos. Régen megcsókolták a kenyeret, ha leesett. Érted a különbséget? Régen hihetetlen tisztelete volt a Földnek. Hát az Alföldön úgy mentek rá először a Földre, hogy ugye a férfi levette ünnepi csizmába, kitotyogott a Földre, ugye levette a csizmáját, a nő megmosta a lábát, és szántott a napba. Majd nézzetek utána, a napba indította a szántást, és utána visszahozta üresbe az egyét, nem gazdaságos, Tesco gazdaságos, hogy még kétszer fordul, hanem volt egy mágia része, volt egy szakraítása, visszahozta üresbe az egyét, és megint a nap felé. És ehelyett az lett, hogy ugye, fönt az angyalok, lent az ördögök. Nincs lent ördög. Lent van, a televény van lent, érted? Amiből származunk, a Föld, a drága anyaföld. És ha egy vallás nem tiszteli a Földet, akkor nem fogja tisztelni a Föld anyát se, és nem fogja a nőt se tisztelni. Érted? És ezt vissza kell állítani az egyensúlyt. Tehát visszafordulni a Föld felé. Nem vagyunk leföldelve. Mindenki el van szállva, mint a győzelmi zászló. Ez a cipő, ami rajta van, ez kb. 15 kV-ig szigetel. Ugye, mint a tietek. Régen legalább börtönapú cipők voltak, meg mezitláb járkáltak az emberek. Nem vagyunk kapcsolatban a Földön. De ennyi erővel egy gipszkarton űrhajóba is lehetnénk valahol a Föld körüli pályán, vagy Mars körül, több mindegy. Nem vagyunk kapcsolatban, de már olyan szinten sem vagyunk kapcsolatban, hogy semmi olyat nem eszünk meg, ami direktbe a Földből jön. Értitek? Tehát nem eszünk nyers táplálékot. Hát figyeljetek, egy főtt tojásból lesz élet szerintetek? Kérdeztem, nem csak hány városi van itt? Nem, hány vidéki van köztetek? Hány falusi? Na, falusi urak, hölgyek, szép lányok, lesz a főtt tojásból élet. Akkor miért várjuk azt, hogy megesszük ugye ezt a főtt tojást, és élet lesz belőle? Logikátlan, nem? És itt van a baj, hogy nem eszünk élő dolgokat, de hát én eszem a Tesco-s, mit tudom én, jégsalátát. Egyetlen egy baj van, azt a jégsalátát a Spanyolországba termesztik, kőzetgyapoton. De soha nem látott Földet. De napot se látott, mert ez ilyen árnyékolt üvegházakban van. De akkor mit látott? Semmit. Van egy mintája, van egy emléke az életről. És az alapján létrehozza szerencsétlen önmagát. De már nincs benne élet. Tehát ezeket mind azért mondom, hogy most már látszik a megoldás. Látszik a megoldás. A megoldás az, hogy közelíts a Földhöz. Közelíts a Földhöz, távolodj el a szellemi dolgoktól. Egyszerűen azért, mert a háromnegyed a szemét. A háromnegyed a szemét. Hát de hát Nietzsche. Szemét. Biblia. Ott voltál? Ott voltál? Mert az bizonyítható, hogy minden egyes zsinaton valamit kiheréltek a Bibliából.
Az is bizonyítható, hogy benne volt a reinkarnáció a Bibliában. Oda viszik Jézushoz a vakon született gyermeket, vagy embert, és mondják neki, hogy hát most mester, a saját bűnei miatt született vakon, vagy a szülei bűnei miatt, ugye? És akkor mindenki csüng a mester válaszán, pedig a kérdés a poén. Véletlenül benne maradt a Bibliában, hogy született valaki vakon a saját bűnei miatt, ha nincs előző élete. Áruljátok már nekem. És nem figyelünk olyan alapvető bibliai bukfencekre, hogy többenet. Hát ugye, hát ez a zsidóké, az a zsidók műveltsége a Biblia. Igen? Csak áruljátok már el nekem, hogy a disznók vájúja az, hogy kell a zsidók közé. Ez az egyik legfontosabb példabeszéd a Bibliában, a tékozó fiúnak a példabeszéde. Ugye? Hogy kikéri a jussát, erről szól az életük. Kikéred a jussod, leszületsz a földre, itt eltékozod mindenet. Ugye? Hát egy pillanat alatt kiverik belőled az ősképeket, az őstudást, mindent. És akkor lekerülsz a disznók vájújához. Hát ez úgy nagyjából a krisztusi korban azért mindenkinél előfordul ez a disznók vájúja. És akkor a fejedre csapsz, hogy Úristen, én nem ilyen lovat akartam, hát én nem erre születtem. És akkor vagy magadtól rájössz erre, vagy a betegségeid addig rugdosnak, amíg rájössz egy más irányból. Na és elég azt hozzá, hogy onnantól kezdve elkezd emelkedni a disznók vájújától, és visszatér az atyai házba, és az atya házba jobbjára ülteti. De mi az, hogy disznók vájújá? Milyen zsidó kultúra ez? De nem akarom piszkálni a vallást, mert én csak annyit mondok nektek, hogy egyetlen egy oka van annak, hogy ma nem találunk el az Istenhez, és az a vallás. Ennyi. Aztán majd mindenki otthon gondolja át. Én nem leszek itt a pápa látogatása, úgyhogy nem tud kiátkozni, a többi az lejön a ti bajotok. Na, elég az hozzá, hogy tehát mi a megoldás? A szellemi szinttől távolodj el az elméletektől. Tehát az mi lenne, ha meg ebben a mindent fejbe élünk meg, hát ezért fáj mindenkinek a feje. Hát ez iszonyú, ami fejfájás, meg gyötrődés, meg minden, de mindent fejbe akarunk megélni, a szextől a kapálásig, ez nem működik. Földet le magad, kerülj közel a földhöz, és itt jön Anasztázia a képletbe. Tehát ezt én már nagyon-nagyon régen kitaláltam, vagy végig gondoltam, hogy egy megoldás van, valahogy újra föl kell a paraszti hagyományt eleveníteni. Tehát az, hogy 1000 éveken keresztül az ember megélt önellátásból, mi változott azóta? Változott a nap besugárzási szöge, vagy a növények genetikája, vagy mi változott? Egyedül a toronyba lazult meg egy-két tetődeszka. Tehát ha ezt helyre rakod, akkor ugyanúgy működik minden. Na, és... Annak idején azt gondoltam, hogy a magyar paraszti kultúra, most az is egy csoda volt, de nagy hely kellett neki. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy jellemző paraszti birtok azért 5 hektár körül volt. De az állatok miatt, méghozzá a nagy állatok miatt, amiből részben pénzt csináltak, részben igehordást, szántást, stb. De ebbe az 5 hektáros birtokban már van egy hiba, a szántás. Tehát azért kellett a ló, hogy tudjanak szántani. De miért kell szántani? Értitek? Itt vannak a bajok. És a szántásról annyit kell tudni, hogy az egy horror. Én nem tudom, ki találta föl, de nagyon mellé nyúlt. Ugye most azt szokták mondani, hogy hát az az emberi civilizációnak a kezdete. Nem. Az emberi civilizációnak a vége. A vége. Ezt úgy képzeljétek el, hogy a Földnek van 2 fontos rétege. Az egyik rétegbe, a felső rétegbe, a talaj felső rétegébe oxigén olyan folyamatok játszódnak le, amihez muszáj oxigén. És ezt a természet léte is hozza. Tehát gondold el, hogy a vakond, a pocok, a giliszta, a mindenféle szírszar, azért épít járatokat, hogy létrehozzon ebbe a rétegbe egy óriási szellőzőrendszer. Tehát gondolj, hogy egy gidisztának olyan 1,5 méter a járata. Tehát függőleges járatok mentén ilyen 1,5 métert mozog le föl. Na most alatta van egy olyan réteg, aminek nem jó, nagyon nem jó az oxigén,
sőt, ha oxigénre kerül, el is ég. Tehát ezek más kémiai folyamatokkal zajlanak. Az elsőt azt úgy találjátok meg szakkönyvekben, hogy aerob, másikat pedig, hogy anaerob, csak hogy ne lehessen kimondani. A lényeg az az, hogy amikor szántasz, akkor ezt a két talajt egyszerűen felkavarod. Tehát a szántás során ugye az eke, az fölveszi és kiborítja. Tehát egy ilyen orsó alakú mozgást csinál a földdel, és az összes földet összeborogatja. Tehát az lesz, hogy ami lekerül, az megfullad egy pillanat, mert nem kap oxigént, ami viszont följön, az szabályosan elég. Tehát az fogja csinálni, hogy a maradék szenet elégeti, hogy túléljen, aztán elpusztul. Érted? Na most ez az a folyamat, amivel hektáronként tonna számra kerül ki a szén a levegőbe. És ez okozza a globális felmelegedést. És nem a kipufogó gázok. Egyszer számoljatok már utána, vagyunk körülbelül 7 milliárdan, mindenkinek jusson egy autó. Nem jut, de jusson, érted? Az autó egész üzemi idejébe menjen. Számoljátok ki, hogy mennyi széndioxid kerül a légkörbe. És messze nem annyi, mint amennyit csinálja az üvegházhatást, meg az egész cirkusz. A széndioxid a talajokból kerül a levegőbe. Elmentek például ott, ahol én lakom, Monor környékén, ott fehérek a talajok. Gondold el, már nem fekete, meg nem barna, hanem fehér. Kiégett a szántás során belül az összes szén. És akkor ez a tipikus hibás tudás, ugye van egy hibás tudás, ami nem tartható tovább, tehát azért az emberek már számolgatnak, és látják, hogy hát nem jön ki ez a dolog a kipufogó gázokkal. Most kitalálták a tehénfingot. Arról hallottatok, ugye, hogy a tehénfing okozza a globális felmelegedést, és ezért egyél uborkát. Nem hallottátok még? Ne egyél állathúst, mert a tehénfingtől van a globális felmelegedés, és hozzájárulsz a globális felmelegedéshez. Ennél egy jobb van, amikor ilyen elszállt lila harisnyák jönnek oda hozzám, hogy hát én nem fogok gyereket vállalni, mert környezettudatos vagyok. Hát baszd meg! Érted? Ez iszonyú. Ez iszonyú. Ez a női minőségnek az alja. A nőnek a lényege a növekedés. És ha a nő befutcsol, akkor nem fog növekedni az a rendszer. Se egy család, se egy ország, se egy kontinens. Mit gondoltok, a migránsok a Holdról jönnek? Ugyanaz, mint az özönnövények. Nincs a saját flórába elég növény, akkor jönnek majd az özönnövények. Ha a magyar anya nem hajlandó szülni, majd ne félj, majd az arab teleszüli a Kárpát-medencét, abban ne legyen gondod. Csak ő már nem fogja tudni működtetni. Te meg majd mehetsz vissza a boldogasszonyhoz, azt magyarázkodhatsz, hogy tudod, anyám az úgy volt, hogy, érted? Mert odafönn higgyétek el, hogy kiestünk a padból, úgy jelentkeztünk, hogy oda a Kárpát-medencébe, az az igazi küzdőtér, oda engedj engem. Tessék, itt vagytok, küzdjetek! De egy kicsit korai még feladni ám ezeket a dolgokat. És itt Székelyföldön meg pláne, hát ti vagytok a szik. Ha a szik nem jön mozgásba, akkor a mag nem fog kikelni. Nézzetek már meg egy videót a csírázásról. Szik megduzzad, megpattan. Mi a lényege? Tehát a mag az egy zárt valami. És egyszer csak elkezd megduzzadni. Miért? Mert ki alakul benne ez a spirálmozgás. Értitek? Megduzzad a mag, és elindul a gyökér lefele, a hajtás fölfele. De ez az kell, hogy a szik működjön. És ha ti is beszopjátok azt a sok baromságot, mint oda át, ugye elkapjátok a magyar modellt, meg legyen Fidesz, meg legyen Maszop, helyi erőből, érted? Hallgatok székelyeket nyilatkozni a magyar rádióban, és kurvára szégyellem magam, értitek? Mert már úgy beszél, mint egy pesti. Még van egy kis tájszólása, de ugyanazt a hülyeséget, azt a hányadékot mondja. És ugye azokkal a szavakkal. Térjetek már észhez. És tényleg innen indul a szívből. Nektek kell először erőt menni. Hogy tudtok erőt menni? Csak önmagatokból. Ez nincs, hogy hát majd, ha figyeljetek, mindenben ugye ezt a hülye stratégiát követjük, hogy hát majd akkor lesz gyerek, hogyha mit tudom én, mekkora lakásom lesz, meg hosszikás autóm. Igen, de akkor már kimész a korból. Érted?
Miért nem lehet megteremteni? Miért vársz állandóan külső feltételekre? Majd ha ez lesz, meg majd ha az lesz, meg ha hosszikás autó. Hát teremts meg magadnak a dolgokat. Legyen egy gyereked. A gyerek, az figyelj, az ott fönn olyan gyönyörűen beállítja a paramétereket, te 40 évig küzdködhetsz egy lakásért, ő meg 5 perc alatt elintézi fönn. Fordítva ültök a lovon. Ezt a saját életemben tapasztaltam át, amikor az első két gyerekem született, akkor pont semmink nem volt. Én egyetemen voltam tanársegéd, ilyen égbérér, az asszony gimnáziumban volt valami, mit tudom én, az is ilyen takarítónői fizetésért, és esélyem nem volt semmire. És jöttek a gyerekek, és mire a második gyerek megjött, minden rendeződött. Már saját házba jöttünk, amit mi építettünk föl. Autónk volt, mindenünk volt. Fordítva működik. Na, Anasztázia kertek, elnézést, egy kicsit kapkodtam. Tehát ami a lényeg, hogy tehát, ha kiadod a szántást, akkor tulajdonképpen jóval kisebb terület elég, mert nem kell számos jószág. Tehát nem kell marha, nem kell ló, stb. Na és akkor itt jött be, hogy után néztem, és ugye háború előtt az ország 1/5 anyán lakott. 1/5. És a Duna-Tisza közén pedig minden harmadik ember, 1/3 Duna-Tisza közének 1/3 tanyán lakott, ezek jellemzően 5 hektáros tanyák voltak. És éreztem, hogy valahogy ezt kell helyreállítani, és ráadásul van egy csodálatos könyv, az a címe, hogy Kert Magyarország. Ezt az Ürgét, aki írta, ez a Somogyvári Imre talán, nem tudom pontosan, Somogyi, ne nézz rám olyan szigorúan, tehát Somogyi Imre írta. Az a lényege, hogy Kert Magyarországról álmodozott, értitek? Tehát nem vas és acél országa, meg nem szilikonvölgy, ahogy a barátunk mondta, hanem Kert Magyarország. Értitek? Egy paradicsom kert. Hányan voltatok itt az előző előadáson? Fölvette legalább valaki? Hát csak gratulálni tudok. Na, vegyétek komolyabban ezeket a dolgokat. Tehát ott arról volt szó, hogy ezek a... Tehát a paradicsom kert, érted? És a kert az ember és Isten találkozásának a színhelye. Na most ez a Kert Magyarország, ez maga lett volna a paradicsom, hogyha engedik ezt megcsinálni. De akkor már döntöttek, hogy a keleti blokkhoz tartozunk, kommunisták leszünk, 5 ágú lesz a csillagunk, mert még ezt is megszabják, hogy hány ágú legyen a csillagunk. Na, elég az hozzá, hogy ezt az embert megölték a háború végén. És így nem tudott ez a mozgalom kiteljesedni, de igaz, egy nagyon komoly mozgalom volt a háború előtt. Tehát ennek a mozgalomnak az volt a célja, hogy Magyarország ilyen kiskerteknek a millióiból álljon. Gondolj el, eleve a Kárpát-medence az nagyon mozaikos. Tehát nem igazán alkalmas a monokultúrára. Tehát ez nem olyan, mint Amerika, hogy 1000 hektárokat lehet egybe. Mert azonnal megjelenik az a régi, mit tudom én, holtág, és szépen ki fog rajzolni a búzatábládba, hogy igen, itt folyt vala a Duna. Ebben a csíkba nem lesz búza. Másik csíkba meg azért nem lesz, mert értitek? Viszont egy kertgazdálkodás, egy ember léptékű kertgazdálkodás, az minden mozaikot, mindenki zugott figyelembe tud venni. Na, tehát nézzük meg az Anasztázia, és amikor elolvastam az Anasztázia könyveket, akkor azt mondtam, hogy igen. Tehát erre vártam. Egyrészt egy nagyon komoly megerősítés volt, szinte minden, amire rájöttem, az benne volt a könyvben. A másik pedig, hogy én Magyarország léptékbe gondolkodtam, és Kárpát-medencei léptékbe. De azt az Anasztázia könyvekből értettem meg, hogy ezt az egész világot át tudja formálni. Tehát ez nem egy kis pályás dolog, hogy akkor most lesz egy kertem, és akkor mint a kommunizmusban ugye lesz a bádogosnak bádog, vagy a bádoggyári munkásnak bádogból lesz a bodegája, a faiparinak, falemezekből, stb. Nem. Itt az van, hogy mindenki teremtse meg a saját paradicsomkertjét. És aztán
Már akkor is voltak ilyen ötletek, hogy hogy lehet felvirágoztatni Magyarországot. Tudjátok, mint ma a, mit tudom én, ma épp a Mercedes gyárral akarják felvirágoztatni Magyarországot. Tehát mivel lehet felvirágoztatni Magyarországot? Milliónyi virággal. Így van. És nézzük végig, hogy miért, tehát mit mond Anasztázia. Tehát ő azt mondja, hogy az emberiségnek legalább a fele ki kéne, hogy szakadjon a városból, és egy hektáros, önellátó, családi birtokot, köszönöm Anasztázia, egészségedre. Jól beszélsz az. Oh. Ez igen. Most, hogy pertut ittunk. Na, tehát egy hektáros, önellátó, családi birtok. Gabi, te vezetsz majd, jut eszembe. Na, mi a lényege? Egy hektáros azért fontos, mert egy hektáron a legrosszabb, tehát ez egész földre vonatkozik, tehát a legrosszabb talajviszonyok között is egy hektár elég arra, hogy egy nagy családot eltartson. De arra kevés, hogy John Deere-t vegyél. Érted? És ez egy nagyon fontos dolog. Tehát nem tudsz rászaporodni erre a földre. Olyan értelemben, hogy nem tudsz kicsikarni hasznot belőle. A második pontja az önellátó. Ez azért fontos, mert aki önellát, azt nem lehet kívülről tuszákolni. Az nem fog a Fideszre szavazni, nem fog a Maszopra, nem fog az RMDS-re, nem fog a mit tudom én másik csapatra, mert azt mondja, hogy figyelj, játszatok, én is játszom a magamét, érted? Nem függök tőletek. Ne kényszerítsetek olyanra, amit én nem akarok megtenni. A párt az a part az alapszava. Egyik partról meg a másik partról, érted? És ezek soha nem találkoznak. Ez a megosztás, ez a versengés. A természet ismeri a versenyt, mert hogyha lecsapják az alfahímet, vagy megeszi az oroszlán, akkor egy nagyon rövid időre létrejön. Létrejön a verseny. De mihelyt az alfahím helyére belép az új alfahím, abban a pillanatban le is áll a verseny, a többiek szépen beállnak a sorba, és onnantól újra együttműködés van. Mi meg gyerekkorunktól kezdve, ugye ahogy megkapjuk az első törpés nyomdánkat, meg piros pontunkat, nekiállunk versenyezni. És még a temetőben is versenyzünk, ugye, hogy kinek nagyobb a síremléke, meg a mit tudom én micsodája, tehát ezek nevetséges dolgok. És végig toljuk a versenyt, érted? Na, tehát az önellátás azért fontos, mert nem függ senkitől. Nem függ senkitől, és rákényszerülsz, hogy teremtsél. Tehát gondold el, hogy annak a oka, hogy itt vagy a világban, az az, hogy megtanulj teremteni. Kis tébetűs Isten vagy, akár hiszed, akár nem, de hát még lesz rá időd, lejössz még párszor, és ha most nem hiszed, akkor előbb-utóbb is el fogod hinni, mert ez a lényege a létünknek. Hogy megtanuljunk teremteni. Megtanuljunk úgy teremteni, hogy ne csináljunk károkat a világba. Emiatt le van lassítva a teremtés, de jól láthatóan működik. És még egyszer mondom, ennek az az oka, hogy mit tudom, azt mondanád, hogy dögölj meg, és elpusztulna szegény szakácsbarátom, akkor itt nagy tragédiák lennének a szállodaiparban, és rám pedig egy nagyon komoly karma szállna. Értitek? Tehát ezért le van lassítva a teremtés, de működik. Ez a karma vagy forrástörvény, amit te kibocsájtasz, az bumeránként visszatér hozzád. És megtalál, és nem lehet elmenekülni előle. Na, tehát ezért is fontos az önellátás, mert rá kényszerülsz arra, hogy megteremts mindent, hogy megfaragd a gerebédet, hogy megállsd a kutadat, hogy megépítsd a házadat. És ebben jó esetben lesz segítség, de ki kell próbáld magad. Ez olyan szar, hogy most semmit nem tudunk teremteni. Gondold el a férfi, aki a teremtő képmására született, ugye, és az lenne a dolga, hogy egész életében teremtsen, valamint töszöket dug össze az elektromos orszőtejtőgyárba, vagy tök mindegy, az a lényeg, hogy valami teljesen improduktív dolgot csinál, aminek semmi értelme. Semmi értelme.
viszont az életében nem farag egy bölcsőt a gyerekének, nem csinál egy, mit tudom én, nem épít egy házat. Nézd meg a kisgyereket, mit csinál a kisgyerek? Azonnal mindenből házat épít. A kislány azonnal mindenből főz. Ott vannak az alaptudások a gyerekeinkben, amit persze azonnal kinevelünk belőlük. És a legdurvább az volt, tehát ez a mag, ez egy elég nagy baráti kör, meg mindenütt van a világban, és amikor Kanadában az egyik tanárnő elküldte a kanadai iskolába, küldött ilyen leíratot, hogy hogy kell bánni a gender gyerekekkel, és a piktogramokat, hogy hogy néz ki, mit tegyenek a fiú vécére, mit tegyenek a leány vécére, és mit tegyenek a gender vécére. Most gondold el ezt ahhoz képest, amit a teremtő rendelt. Na mindegy, ebben nem akarok belemászni, menjünk tovább. Családi. A családi az azért fontos, mert nem ez az első és utolsó életünk lenne a Földön, és akivel a legszorosabb játszótársak vagytok, tehát lélektársak, az a családod. Érted? Tehát velük vannak a legfontosabb tétmeccseitek. A többi az ilyen felkészülés, meg edzés, meg mit tudom, micsoda, de az igazi komoly tétek, az a saját anyád, saját apád, saját gyereked. És ezért nem tetszik nekem, de kurvára nem tetszik, amikor jönnek ezzel a nagy spiri dumával, hogy figyelj, én már beszélek Jézussal, meg Szűz Máriával, még az anyámmal nem, de az... Érted? Ilyen nincs. Ez megint a hülye, magából kifordult világ. Az első, hogy velük kell helyrehozni a kapcsolatot, minden áron. Ez mindennél fontosabb. Pedig nem mehetsz tovább, ilyen egyszer az élet. Na, tehát a családi birtok az azért fontos, mert az egész család együtt van, és együtt teremt. Tehát amit ugye mondtam, hogy közös teremtés ugyebár, akkor a közös védelem, a szakralitás, azt mind meg tud csinálni egy családi birtokon. Tehát figyelj, nem olyan nincs, hogy össze vagy veszve az apáddal, és úgy dolgozol. Te rohadt dögad már föl a fogót, vagy ez hogy fog működni, érted? Tehát nekem nonsense dolgok, meg olyan sincs, hogy az anyád nem főz neked, mert összevesztetek, érted? Kénytelenek vagytok összegyalulódni. És ez egy nagyon fontos dolog. És a régi világban ez ki volt kényszerítve a közösség által. Közösségi elvárások által. És azért sokszor volt már a végén abban a régi világban, de voltak nagyon jó működő dolgok. Például pont ez a teremtés. Most gondold el, amikor összeadtak kölyköket, gyerekeket, ugye, föld a földdel. Tehát nagyon sok fel a Kárpát-medencébe, így volt a házasság, hogy összetolták, hogy az a birtok az én birtokom közelébe van, annak van egy lánya, kinek neve Julcsa, nekem van egy fiam, kinek neve Jancsi, akkor Jancsi és Juliska örökre egymásra fog találni. Összetolták a két gyereket, de úgy, hogy mondjuk itt 5 évesek voltak, és már együtt nőttek föl, hogy igen, ő lesz majd a feleséged, ő lesz majd a férjem. És gondold el, hogy semmi szerelem nem volt köztük, de volt egy közös teremtés. Érted? És a közös teremtés az biztos, hogy meghozza a szerelmet. Nem lehet máshogy. Tehát ha másikban az Isten nőt látod, vagy ha nő vagy, akkor az Istent látod, mert közösen teremtesz vele. És ezért volt az, hogy igen, összetolták őket kényszerből, és életük végére úgy összegyalulódtak, hogy meghalt az egyik, és ment utána a másik. De ez közös teremtés, érted? Itt nincs apukának beleszólása, nincs anyukának beleszólása, anyós pajtásnak, apus pajtásnak, megfogjátok egymás kezét és teremtetek. És amíg azzal foglalkozó, hogy az a kurva anyósom ezt csinálja, az a, mit tudom én, azt csinálja, addig nem tudsz teremteni, és nem tudsz a párod mellé állni, mert örülni fogsz. A házas ember az azt jelentette régen, még a normális világban, hogy kaptak egy saját házat a közösségtől. Ezért házas ember. Nem az volt, mint ugye már a végén, amikor növelték a birtokot, meg így, és akkor egyre hátré ment, az már úgy működött, mint egy daráló, hogy a első házban laktak a fiatalok, utána eltelt 20 év, mentek a középső házba, eltelt 20 év, mentek a hátsó házba, eltelt 20 év, mentek a makkosba. Érted? Megvolt, mint egy húszdaráló. Ez már nem működött, ez már nem volt egy normális paraszti kultúra. Tehát az a házas dolog, ez nagyon fontos. Hogy kerültem ide? Feri, te még figyelsz?
te se figyelsz. Ja igen, igen, tehát a családi, tehát ezért fontos, hogy családi, és akkor jön az utolsó tézis, az az, hogy birtok. És ez azért fontos, mert birtok az azt jelenti, hogy folyamatosan a család tulajdonában van, és ez meg azért fontos, mert nem először és nem utoljára jársz a Föld nevű játszótéren. És ha legközelebb játszani van kedved, akkor érdemes egy olyan játszótérre menni, amit már ismersz, és nem az van, hogy a fele időd azzal telik, hogy keresgéled, hogy melyik játékszer hol van. Tehát magyarul, ha van egy ilyen birtok, akkor lehet, hogy 100 év múlva, lehet, hogy 500 év múlva, de vissza tudsz jönni az általad ismert, az általad kialakított környezetbe. És erre is van egy aranyos példabeszéd az Anasztázia könyvekben, hogy öregek arról beszélnek, hogy hát vajon a miért oda ültette azt a hatalmas tölgyfát. És akkor ott beszélnek, hogy ezért, azért, amazért, és akkor oda totyog egy ilyen 4 éves körök, vagy 3 éves körök, hogy ezt azért oda ültettem, és elmondja, hogy miért. Érted? Tehát ő már visszatért. Na, tehát ennyit az elvéről ennek az egész rendszernek, hogy miért tudná megváltoztatni a világot, nagyon egyszerű. Azért, mert például nem lenne ez a inne-oda hurcolok, meg visszahurcolok. Tehát például nem lenne közlekedés. Nem lenne munkahely, nem kéne tök fölösleges Excel táblázatokat kitöltsetek. Érted? Az lenne, hogy azt csinálsz, amit szeretsz. Tehát higgyétek el, ez az Anasztázia rendszer, ez mindenképpen eltart. De azért higgyétek el, hogy az erdő is eltartana. Érted? Tehát jó, mondjuk nem egy ilyen Hargita típusú fenyőizé, de ez se volt vala a fenyő. Hát ez a bükkövezet, ez olyan, mint gyimes bükk, hogy gyönyörű fenyvesek vannak, de hát bükk. Érted? Meg ez egy Gyergyóban is valami bükk van. Milyen bükk van? Tölgy. Tölgyes, igen, igen. Tehát ez már az emberi hülyeség, hogy mindenből fenyőfát csinál. De ez valaha egy ilyen tölgyerdő, vagy egy bükkerdő, az egy hihetetlen terített asztal. Egyébként még a fenyőbe is azért ad mondja, a maci megél, azért meg lehetne élni. Amíg nem találkoztok egymással, mint táplálék konkurensek. Na, tehát ami a lényeg, hogy ebbe a rendszerbe meg lehet azt csinálni, tehát miből érdemes kiindulni? Abból, hogy egy természeti nép, amit a megélhetésére fordít idő, az napi 1-1,5 óra. Érted? És ebben már benne van a táplálék, benne van az ivóvíz, benne van a szállás, benne van a ruházat, ha nagyon muszáj, érted? 1-1,5 óra. Azt már nem merem megkérdezni, hogy mi a szart csinálunk 12 óra hosszat. De azért úgy érdemes lenne ezen elgondolkodni. És ez még a kalahári sivatagban a leglehetetlenebb életkörülmények közt is. Tehát az azt jelenti, hogy vissza lehetne térni egy olyan rendszerbe, ahol nincs ennyi muszáj munka. És akkor az ember megkérdezi, hogy jó, de hát akkor mit fog csinálni, ugye? Hát mit csinálok azzal sok szabadidőmmel? Hát ott a Facebook. Na, tehát ez az az idő, amit minőségi időként a gyerekedre fordíthatsz, a családi kapcsolataidra fordíthatsz, a barátaidra fordíthatsz, táncolsz, festesz, faragsz, kertészkedsz, bármit. És ez a rendszer, ez az Anasztázia rendszer ezt lehetővé teszi. Azon kívül, mit gondoltok, miből adódik a legtöbb betegség ma? Mondjátok már valahogy, legyünk már interaktívak, mert volt egy ilyen szó is benne, hogy beszélgetés, kezdjük el a beszélgetést. Félelem, igen, egyébként nagyon jó, mert tényleg ez, tehát a szeretetlenség az a félelem, de ezt bontsuk föl, mert ennek vannak ám komponensei. Vannak komponensei. Tehát figyelj, például van egy ilyen komponens, hogy nem mozgok, mert nem szeretek mozogni, mert nem tanultam meg mozogni. Ez egyébként ugyanaz, mint a párválasztás. Tehát régen voltak párválasztó játékok, pont azért, hogy megtanulj párt választani érdekes módon, nem? És akkor most csodálkozunk, hogy hát nem találok senkit magamnak, és valakit megszólítottál, vagy riszáltad a farod, vagy csináltál valamit, hogy a nézését, meg a járását, vagy bármit, hát nem. Hát akkor hogy várad, bogaram?
Mert nem pontosan ezeket a dolgokat nem tanulta meg szerencsétlen, mert nem tanulhatta meg. Mert a szülei nem adták meg neki. A kultúrája nem adta meg neki. Na most ide honnan kerültem? Félelem, igen. Tehát a nem mozgás az például egy nagyon fontos dolog, hogy nem tanulnak meg a gyerekeink mozogni, ezért nem tudnak mozogni. Tehát ma már ilyen, hogy gyereket, ha enged a szüleje fára mászni, ezt azonnal viszi el a gyerekvédelem, figyeljetek, katasztrófa védelem, meg a gyerekvédelem, ami egy katasztrófa. Tehát elveszik tőle a gyerekét, mert veszélyezteti a testi épségét, érted? Hát ezek nonsense dolgok. És tudjátok, mi a baj? Egy baj van, hogy hagyjuk. Érted? Vala ezek a kutyák azért jöttek létre, hogy minket szolgáljanak, ugye? Vigyázzanak ránk, meg vigyázzanak a jószágainkra. És ezek a kutyák van egyfolytában minket harapdálnak. Mi meg, jaj, nem lehetne részletekbe fizetni? Hát ne bolondulj már meg, bogaram. Miért engedted magadra ezt a kutyát? Hát már több is ezt csinálja. Figyeljetek, gyáva létnek nincs hazája. Ilyen egyszerű az élet. Tehát ha nem állítjuk le ezt a folyamatot, akkor nem olyan Anasztázia kert nem lesz, itt semmi nem lesz, itt élet nem lesz. Tehát ezt majd nagyon, nagyon hamar is nagyon gyorsan le kell állítani. Na, tehát például a nem mozgás. Tehát a nem mozgással az a baj, hogy az emberi test az mozgásra készült, mozgásra teremtetett. És ha nem mozogsz, akkor szépen leépíti magát a szervezetet. Tehát például a csípőprotézis, ami ma már mit 50 év fölött kötelező, az arról szól, hogy nem mozogsz. Nem arról, hogy elkopott, megint beszapod a mutató ujjat, ugye? Elkopott a csípője. Hát figyelj rám, a saját nagyszüleid még egy órát gyalogoltak ki a földjükig, ott kapáltak estig, azt hazagyalogoltak egy órát, és ezt csinálták 80 évig. És semmiük nem kopott el. Most meg attól, hogy nyomkodod a távirányítón a gombokat, attól elkopik a csípőd. Szóval ezek megint abszurdumok. Na mindegy. Tehát ez kikerüli az Anasztázia kert? Kikerüli. Képzeld, hogy pontosan például ez a droid mozgás, tehát ma már csak erre van szükség, hogy önjáró legyél, mint egy markológép, hogy eljuss A-ból B pontba. Tehát csak ezt fogod használni. Így. És amíg el tudsz így jutni, addig nincs baj, hát működök. Ugye? Na most a gyomlálásnál, meg mindennél, az, hogy oldalra mozog, az, hogy hajoljál, az, hogy guggoljál. Nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy lehetne, tehát tanítok egy olyan iskolába, ahol ilyen népi gyógyászatot tanítunk vissza embereknek, és vannak nagyon jó csontkovácsaink, és összedugtuk a fejünket, hogy lehetne ezt a csípőprotézis problémát megoldani. Mert akkor még Magyarországon, hál' Istennek, egy-két év volt a várakozási idő, és akkor lehetett kísérletezni az emberekkel, hogy hány embert mentünk ki a egészségügyi karmaiból. Na elég azt hozzá, hogy elkezdtem beszélni az egyik kedvenc csontkovácsa, a kicsi bácsival, hogy mi az, ami régen, milyen mozgást csináltunk régen, amit ma nem csinálunk. És akkor azonnal beugrott mindenkinek a googolás. Tehát gondold el, hogy régen googolva szartak az emberek. Googolva ültek az emberek, mindenbe googoltak, nagyon sok googoló mozdulat volt. Googolva kertészkedtek például, nem letérdeltek, hanem googolva kertészkedtek. Nézzétek meg a keleti népeket, a mai napig googolnak. Ott van a kínai, ül a szélén, vietnámi papucsba, és googol. És ott beszélgetnek. Szóval akinek olyan problémája van, hogy kezd beállni a csípője, ez egyébként azt is jelenti, hogy nem fog tudni először googolni. Érted? Nagyon nehezen megy a googolás, vegye elő két céket, és egyelőre használja azt bankónak, de googoljon. És ha eléri a napi 50 googolást, akkor utána meg fog szűnni a csípő problémája. A orvosok egy csomó pénzt vesztenek, meg a TB-t, te viszont nyersz két egészséges gömbcsuklót. Na akkor igen, tehát részben ezért is fontos az Anasztázia kert, mert muszáj mozogjál. A másik nagy baj az élelmet. Tehát erről annyit kell tudni, hogy ma a világban a legnagyobb üzlet az nem a hadipar, valahol a 2000-es évek elején beellőzött az egészségügy. Na most az egészségügy, az egészségipar
az csak akkor működik, ha beteg emberek vannak. Tehát ez hozza a profitot, hogy beteg emberek vannak, azoknak kell gyógyszer, MR, CT, műláb, mit tudom én, műegyebek. Szóval ez hozza a pénzt. Tehát mindenképpen kell egy segédiparág, mert ha mindenki egészséges, ők éhendöglenek. Tehát megcsinálták az élelmiszeripart. És ebben az a durva, hogy a tulajdonosi réteg ugyanaz. Tehát mondjuk a Bayernnek meg a Nestlének ugyanaz a tulajdonos, hogy senkinek nem tűnik föl. Véletlen. Egyet egyezzetek meg, egy véletlen van az életben, hogy a tehén szar az élére esik. Semmi más nem véletlen. Mindennek oka van, funkciója van, feladata van. Tehát ha ugye ez a tulajdonos, akkor az az érdeke, hogy az egyik cége a másik malmára hajtsa a vizet. Tehát olyan élelmiszereket eszünk, amit ő garantáltan megbetegszünk. Ennyi a lényeg a dolgoknak. Ennek nézzetek majd utána, nagyon sok ilyen. Nézzétek meg az Élelmiszeripar RT-t, azt érdemes. Az a film címe Élelmiszeripar RT. Na, tehát az Anasztázia kerteke ezt is kikerülöd, sőt, ennél durvább lesz a játék, mert meg fogsz gyógyulni. És miért fogsz meggyógyulni? Egy végtelenül egyszerű mechanizmus, pontosan az, amiről beszéltem, ez a visszacsatoló rendszer. Tehát ezt úgy képzeld el, pá, pirossal már nem játszunk. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy a Föld az nagyon jól tudja, hogy te milyen állapotban vagy, és annak megfelelő növényeket, illetve annak megfelelő alkotó elemeket fognak a növények teremni. De ehhez egyetlen egy dolog kell, hogy tudja a Föld, hogy milyen állapotban vagy. Honnan tudja a Föld, hogy milyen állapotban vagy? Mi? Fabudi. Na most, ha megnézed, minden állat úgy működik, hogy körbe pisili a territóriumát, és a közepére odaszalik. Minden állat egytől egyik. Kivéve az embert, mert az művelt, intelligens, higiénikus, stb. Stb. Igaz, hogy dögrovásokban rohadnak a belei, megy szét mindene, de ezzel ne foglalkozunk már ilyen kis málőrökkel. Az a lényeg, hogy higiénikusak vagyunk. Ember az egyetlen állat például, aki megmossa azt, amit eszik. Leszámítva a hülye mosómedvét, amit az ember tanított megmosni mindent. De ez nonsense. Hát azok, amik rajta vannak például egy gyökér zöldségen, ugyanaz a baktérium készlet van a beleidbe. Nem, te vedd meg külön a mit tudom én, hogy hívják ezeket? Mi? Probiotikum, ez az, probiotikum, valami anti, pro, stb. Az a lényeg, hogy ne érsz, az a lényeg, hogy ezt vedd meg. Érted? Ne az, hogy kiúzzál egy murkot, azt megedd úgy, ahogy van, mert abban benne van, ami kell a beleidnek. De mindegy, ezzel nem akarok foglalkozni, viszont ezzel igen, mert ez rendkívül fontos. Tehát ha ezt az információt nem adod meg a Földnek, nem ajándékozod meg a Földet, mert az neki egy ajándék. Ugye, és ez a rendszer, ez úgy működik a tápcsatornád, hogy a szer megy beléd, tehát ez etet. Ez a szer az égi törvénynek az eleme. Ezzel most nem foglalkozunk tovább. Az a lényeg, hogy ennek egy része beleépül a szárba, másik része az tovább megy, ebből lesz a szar. De ez a következő élőlénynek lesz a szere, érted? Ez a táplálékláncnak a lényeg. És gondold el, hogy a szarodban olyan emésztőanyagok vannak, amik arra szolgálnak, hogy a többi állat és a természet azonnal, tehát előemészted nekik. Gondold el, így vagyunk összerakva, így épülnek egymásra az élőlények. És akkor te nem, hát ez nem higiénikus, mert valamelyik barom kitalálta Angliába ezt a water cleaning nevezetű zseniális dolgot, ugye, vagy water closing, vagy mi? Closet, igen, de a WC az minek? Water closet, jó. Na, tehát elég az hozzá, hogy és kitalálta ezt a zsenialitást, hogy beleszarsz az ivóvizetbe, majd valaki másnak az orra aláját szállítod. És ez a higiénikus ma. És az, hogy te visszaadod, nézd meg minden állat azt csinálja, ás egy kis gödröt, beleszarik, és ráhúzza a humuszt, a falevelet, a stb. Visszaadja a Földnek. A Földbe elindul az interneten keresztül, hogy hát, képzeljétek el ennek a faszinak,
vagy nősténynek rohadnak a belei. Hát, ha rohadnak a belei, akkor kezdjünk neki ilyen baktériumot, ilyen gombát, stb. Ez egyébként ez az internet, ez a gombafonál hálózat. Ez nagyjából tényleg az az ábra, mint a, hogy hívták ezt a kékemberes üzét? Avatár. Tehát, mint az avatárban. Tehát, hogy van egy hihetetlen élőlényeket összekötő hálózat, és erre föl lehet csatlakozni, le lehet tölteni róla, stb. Stb. Na, tehát fölcsatlakozol az internetre ezzel a kupaccal, megadod, hogy mi hiányzik belőled, és azonnal elkezdi a növényeket megváltoztatni a föld, és elkezdi korrigálni a betegséget. Ugye Anasztázia erre mondja, hogy ha azt akarod, hogy olyan növények teremjenek, akkor vedd 9 percig a szádba azt a magot, és az a páratart, 9 percig a szádba kell venni a magot, azon a hőfokon, páratartalma, stb. Megindul az életnek, tehát ez a körforgás átalakul spirálforgássá, ez a lényeg, életbe indul, és ki lesz az első anyatermészet, akivel találkozik, te leszel. Tehát téged fog táplálni. Tehát ez a mag, ez kifejezetten a te számodra jött létre. Na most a paraszt őseink nem voltak ennyire felvilágosultak, meg Anasztázia követők, ellenben odaöntötték mindig a fürdővizet, a lábfürdőt, a stb. Mindig a kiskertbe öntötték, és a másik, hogy a parasztok állandóan köpködtek. Tehát évtizedekig ki volt írva a városba, hogy padlóra köpni tilos. Nem véletlenül. Paraszt ösztönből köpködött, ösztönből csinálta azt, amit Anasztázia csinált. És megint a legszentebb dolgainkból lesznek a legoptrombább, obszének dolgok, érted? Ez az egész világ erről szól. Köpködött, mert ezzel adott információt a teremtésnek. Érted? Sőt, még a taknyát is odaverte, képzeljétek. És nem egész nap a zsebébe hordozta egy papírdarabba csomagolva, mint mi, marhára civilizált emberek. Na, tehát azért néha el kéne gondolkodni ezeken a dolgokon. És az a lényeg, hogy ezzel tulajdonképpen, ha belakod, még egyszer mondom, körbepisíled, ezzel a határait biztosítod. Akit érdekel, hogy hogyan működik ez a folyamat, van egy olyan könyv, hogy Ne féljünk a farkastól. Egy amerikai biológus írta, zseniális könyv. Ott például azt csinálta, hogy nem tudom hány termosz teával körbepisílt egy egyhektáros területet, és ahova ő lesátrazott, valahol Alaszkába, és akkor ment, és ezen ment keresztül egy farkascsapás, évszázadok óta. És amikor a farkas megérezte, hogy hoppá, itt ez valakinek a területe, egyszerűen megkerült az egészet, és ment tovább. Érted? Egyébként ez egy mágikus védelem. Van egy barátom, ott Magfalván, én is egy tanyán élek, és ez a barátom, ez télire, úgy gondolta, hogy túl hideg van ott, és bevonult a börtönbe egy ilyen régi adósságát törleszteni, és úgy, hogy hihetetlen értékes szerszáma, hogy minden ott maradt egy lakókocsiba. És akkor mondtam, figyelj, ne húzzuk át a lakókocsit, azért mégis nálam biztonságban van, stb. Nem, körbe pisírtam. Ja, jó. Senki nem jut hozzá, de tényleg ilyen milliós értékek, meg napelem, meg mit tudom, hogy senki semmihez nem jut. Tehát ez működik, és jól működik ez a rendszer. Csinálni kell. Na, tehát egyet szeretnék így utána beszélgetünk, megígérem. Nagyon gyorsan felsorolni azt az 5 tételt, amiből egy Anasztázia könyv, vagy telket fel tudsz építeni, tehát egy ilyen kertet fel tudsz építeni. Ezek egyszerű természeti törvények, és ha ezeket használod, akkor tudsz magadnak egy működő rendszert csinálni. És ha elfogadsz egy tanácsot, akkor kicsibe kezd el. Ha elfogadsz egy tanácsot, akkor ne dönts be mindent. Ez a másik? Muszáj végig tapsoljam. Egészségedre, Anasztázia. Hát ilyen az élet, nem habos torta. Na, tehát... Igen, tehát alapelvek. Tehát az első ilyen alapelv az a biotömeg. Biotömeg. Tehát az, hogy abba a kertbe minél nagyobb tömegű legyen az élet. Na most gondoljatok el egy ilyen
többszintes erdőt, mondjuk egy ilyen gyönyörű tölgyerdőt, vannak hatalmas, több száz éves tölgyfák, vannak alatta csenevészebbek, vannak bokrok, cserjék, fű, virágok, stb. És ez hasonlítsd össze a fűvel. Ahol egyetlen kimagasló biotömeg, az a kerti törpe lenne, ha élne, de az se él. Tehát gyakorlatilag alig van biotömeg. Ez hasonlítsd össze, amikor ilyen 10-20-50 tonnányi élő tömeg van egy hektáron. Tehát a biotömeg. A második ilyen, az a biodiverzitás, vagy sokszínűség, inkább ezt írom. A sokszínűség az azt jelenti, hogy a természet szereti a sokszínű dolgokat, nem szereti a monokultúrát. Tehát ha az ember monokultúrát ültet, akkor a természet azonnal elkezdi módosítani, javítani az ember hülyeségét, és megjelenik a gyom. És minél jobban monokultúrába vet, annál jobban nő a gyom. És minél inkább próbálja kiirtani, annál jobban nő a gyom. És ha már hazai gyomkészletben nincs olyan gyom, ami bírná ezt a versenyt a vegyszerekkel, akkor hoz egy olyan gyomot, ami jobban működik, mint a hazai, mondjuk egy parlagfüvet, vagy egy selyemkórót, ami hát tényleg kiirtathatlan. Tehát a parlagfűnek 50 évig a pollene ott marad, a magja ott marad a földbe. 50 évig. És valami hihetetlen mennyiség, mert láttatok már így, ha mentetek át ilyen réten, ami parlagfűves, akkor így mész, és egy ilyen zöld felhőt húzol magad után. Az a parlagfűnek a virágpora, amire allergiás az ember. Még nincs. Dehogy nem lesz. Ne félj attól. Van? Biztos, hogy van már egyébként, mert ha akác van, ott megjelenik a parlagfű is, akácotok van. Figyeljetek, ugyanaz, ami nálunk van, 10-20 év csúszással, itt is megvan minden. Egy kicsit le vannak tompítva hozzánk képest a dolgok. De már megint bőcskötsz levette, hogy nálunk nincs parlagfű, vagy lesz, tudod, mint mi a fene? Joda mesternek, amikor mondja, hogy én nem félek, majd fogsz. Na jó. Sokszínűség, tehát ez rendkívül fontos, hogyha eleve sokszínűséget ültetsz, akkor nem kell bajlódjál gazzal például. És erre a legegyszerűbb példa, amit biztos, hogy ismertek a paraszti kultúrából, ez a tök, bab, kukorica. Na most ebben az a durva, ez három növény, amit együtt ültettek. Tehát a sorok sorba ültették a kukoricán kívül a babot, és a sorok közé a tököt. És ebben az volt a durva, hogy egy hektárról annyi tököt szedtek le, mint hogyha egy hektár tököt ültettél volna külön, annyi babot, mint ha egy hektár babot ültettél volna külön, és annyi kukoricát, mint ha egy hektár kukoricát ültettél volna külön. És mindezt egy hektárról. Érted? Mert ezek nem konkurensek egymással. Más ökológiai polcon vannak, ezért nem próbálják meg egymást kiszorítani, hanem szinergiában vannak, együttműködésben vannak egymással. Jó? Tehát a sokszínűség. A harmadik az emeletesség. És ezért nagyon fontos, és emlékezzetek vissza a kiskertekre. Tehát ott is volt gyümölcsfa, ott is volt málna, ribizli, tehát bokrok is voltak, cserjék is voltak, volt mindenféle zöldség, stb. Nagyon fontos, hogy legalább három emelet legyen. Legalább három. Tehát itt, ha végig gondoljátok ezt a tök, bab, kukoricát, itt is három különböző emeleten vannak ezek. Tehát ugye a bab, vagy a tök az kúszik alul, fölötte van a bab, és utána a kukorica van legfölül. Ez három emelet. Akkor még egy ilyet vegyünk észre, ami megint fontos, az a takarás. Takarás az azt jelenti, hogy ma megnéztek egy mezőgazdasági területet, azon 2-3 hónapig van élet. És utána szépen felszántják, vagy lepermetezik. Az a lényeg, hogy nem hagynak rajta életet. Mert akkor jön az EU és büntet parlagfűért, meg szomszéd azt mondja, hogy hű, de gyomos a kertet szomszéd, ugye. Na, ez nagyon fontos, hogy mindig takarva legyen a föld. Tehát ez olyan, mint a te bőröd. Tehát, hogyha nincs rajta takarás, akkor fertőződhet, kiszáradhat, stb. Tehát mindig ültes takaró növényt.
Régen ezek, amikről beszélek, azok mind megvoltak a paraszti kultúrában. Például a zabot, azt még bükkönnyel vagy lucernával ültették, ugye? És akkor letakarították a zabot, betakarították, és akkor előjött alul a lucerna, és az még egy növény volt, és még egy haszon volt. Tehát a paraszti kultúrában nem egyszeres haszonvét volt, hanem mindennek több. Hát gondold-e, mennyi volt nálatok egy átlag telek, mármint hogy méretre? Mennyi? Tízár? Tízár. A város az nem játszik. Tehát egy kertet például régen úgy csináltak meg, hogy az ember, egy család meg tudjon élni belőle, kivéve a gabonát. Gabonaföldek voltak külön. De ami egy ilyen beltagból kijött, abból meg tudott élni egy család. Úgyhogy ez megint egy érdekes dolog, és azért, mert mindennek többszörös haszonvétje volt. Tehát a gyümölcsös az nem csak gyümölcsös volt, hanem volt benne zöldség, volt benne ez az amaz, volt benne tűzifának való, tehát így lehetett megcsinálni. És az ötödik ilyen, az pedig a szukceszió. Tehát a szukceszió az a jelenség, amikor megsérül a természet, és akkor próbálja magát újra csúcsformába hozni. Ezt például az indiánok úgy használták ki, hogy különböző lékeket, tehát itt van az őserdő, mit tudom, 30-40 méter magas fákkal, és akkor beleégettek, belevágtak lékeket. Lékeket. Tehát ilyen 1-2 hektáros területeket, és a lék elkezdi magát begyógyítani. Tehát először jönnek a füvek. Első évben füveket akar a lék, takarja magát, ugye, varasodik. Most ilyenkor például gabonaféléket lehet ültetni. Második évben jönnek a magas füvek, mondjuk már jöhet a kukorica, meg jöhetnek ilyen cukornád, egyéb ilyen magasabb backok. Harmadik évben már megjelennek az első cserjék, tehát lehet kakaócserjét ültetni. Negyedik évben megjelennek már a kisebb fák, stb. És akkor szépen visszafog ez a lék nőni, de minden évben azt a típusú valamit fogja a legnagyobb erővel nyomni. Tehát ezt úgy csinálták meg, hogy volt egy hektáros lékük a mit tudom én, a búzaféléknek, amit ebbe az évben vettek birtokba, volt egy 2 éves, amin kukorica nőtt, volt egy 3 éves, amin kakaó, stb. Most ugye ezt meg tudod csinálni a kertedbe. És tudsz ehető erdőket csinálni. Tehát olyan régen, például a templom kertekben ilyesmi volt. És nálatok is működik az, ami Magyarországon, ugyanazok a tagjai, van egy ilyen gyümölcsös kaláka. Érdemes felvenni velük a kapcsolatot, és úgy tervezgetni, hogy itt Erdélyben is megvannak azok a fajták, nem kell itt rohangászni. Ha elmentek egy ilyen régi tanyahelyre, vagy templomkertekben nagyon sok minden itt megmaradt például Erdélyben. És ott vannak azok a gyümölcsfajták, amik egy-egy tájhoz tartoztak, amik egy-egy faluhoz tartoztak, és nem kell ilyen tök idegen fajtákat előszedni. Jó? Tehát ez a szukceszió volt az ötödik, és tulajdonképpen, ha ezeket figyelembe veszed, akkor tudsz olyan kertet tervezni magadnak, ami örökkert. Tehát ezt úgy képzeld el, mint egy akváriumot, hogy egyszer betelepíted, és nem kell gondozni. Na, én kb. Ennyit szerettem volna elmondani, és inkább azt szeretném, hogyha kérdeznétek, mert biztos, hogy van kérdés. Vagy technikai káó? Nem lehet itt valami levegőt csinálni? Vagy nem szokás? Szerintem valahogy szellőztessük már keresztbe, vagy egy szemlevegőn is. És tényleg az van, hogy kérdezzetek, mert az lenne a jó, hogy tényleg beszélgetnénk egymással. Mi volt a legnagyobb kutató a Monoron? Monoron általában a Trafipax, én hál' Isten kiebb élek, tehát gombán, tanyán, a méretet nagyon elrontottam. A méret, tehát túl nagyba kezdtem el csinálni, és ez a túl nagy, ez iszonyú sok energiát vette. Tehát ez tényleg csak ahogy Anasztázia mondja, én 80 hektárt csináltam, vagyis annyit vettem, és azt próbálom csinálni, és ez megesz. Tehát ez volt a legnagyobb hiba. A másik az, hogy nem szabad még közösségbe csinálni. Tehát az a baj, hogy a régi közösségek már szétestek, az újak még nem jöttek létre. Tehát az ember áll a semmibe és vakarózik.
Tehát azt kell csinálni, hogy el kell kezdeni csinálni, és majd jönnek oda emberek, ha eljön az ideje. De nem promoválni, ahogy felétek mondják ezt a gyönyörű szót, ezt itt tanultam, ez egy erdélyi szó, hogy promoválom. Na, kérdezzetek még! Első szezonos úgymond vidéki falusiak, most még ott az a falulás, egy X mennyiségű kertje. Jól láttam, hogy nyilván a Youtube-on Iván kertje című filmet, a szép és jó, de ő is már 8-9 éve foglalkozik vele. Akkor mi lenne az az első lépés, ami teszem fel, hogy most nem csak önnek szól a kérdés, hanem bárkinek a kívban, szántás nélkül akkor elkezdeni, vagy már kezdődik. Beszélek szétei, fődői, kert, visszatérésről. Tehát mi az első lépés, amit tenni? Tehát mi az, amit itt az emberek tapasztalnak? Tehát szántás nélkül. Tehát hogy legyen az, hogy kezdeni az idén már valamit tesszük? Igen. Nagyon jó kérdés. Adjátok ebben a másikat. Azt kérdezének, hogy mi a célja? Tehát az önellátás, család önellátás, piacot emelés. Hát azért... Kapcsolod, meg van az oldalra. Durva lenne az, hogy azt mondanám, hogy önállátás, ez nem igaz, mert két gyerekkel, feleséggel küldőztem itt falura, ugye megszokott 21%-i életvitelre, és próbáltam lemondani jó pár dologról, tehát kicsit vissza a természetbe, vissza a környezetbe, és tehát az, hogy magunknak egy olyan kertet alakítsunk ki, amit úgymond a zöldségünknek, az infogyasztásunknak magunknak meg termeljük különös zöldségre. A hosszú távon, hogy mi a cél, az még nem tudom, nem merek azt mondani, hogy 10 év múlva tessen, hogy nem tudom, nem csak rajta mondani. De a cél az mindenképp az, hogy különös zöldség termeljük. Jó, itt több minden felmerült, hadd kezdjem a legfontosabbal, az önellátás. Tehát nem feltétlenül az a önellátó, aki mindent magának megtermel. Önellátó, aki nem függ külső rendszerektől. Tehát én például megmondom őszintén, hogy sokkal fontosabbnak tartom a biorépánál az, hogy ne függjek a társadalombiztosítástól meg a kórházaktól. Tehát számomra ez a legfontosabb lépcső az önellátásban. A földi önellátásra annyit, hogy nem lehet elrontani, érted? Tehát ha csak annyit csinálsz, nagyon sokan csinálják, hát ez a Roots Garden például, ez a van fönn az interneten, az öreg asszony, aki rugdossa be a krumplikat, nézd meg, tehát ő is ennyit csinál. Én amit javaslok, Gyula Iván is ezzel szokta, hogyha valaki nem takart, nem mulcsolt, nincs mély mulcsa, stb. Én lehet, hogy azt csinálnám, amíg megvárnám, hogy előjönnek az első gazok, tehát amikor elindul az élet, ezek a legvirulensebb, legerősebb gazok lesznek, ezt lesarabolnám, tehát kapaszerűen elvágnám a gyökerét, és összekupacolnám bakhátakba. A föld felső rétegével összegerebézném, összekupacolnám bakhátakba. Ez egy megtrágyázott, zöldtrágyázott kupac lesz, ebbe vetném a magokat, és ezt szalmával kitömném. Tehát valamilyen rohadt szalmát, szénát, amit lehet kapni, vagy amit adnak ingyen, ilyen elázott szalmabálák, tehát ezeket behúznám. És ebben az a jó, itt nem jön ki a gyom, viszont valahol ki kell jönni az életerőnek, tehát ebbe a sávba tud kijönni a... Csak előveszem a pirosat. Ebbe a sávba tud előjönni az életerő, ide koncentrál az életerő. Tehát ebbe a sávba, amit ültetsz, az nagyon nagy erővel fog menni. Ez folyamatosan ugye mulcsolódik be az alja, meg hordja le a giliszta, megy be a tápanyag, folyamatosan tápanyagot biztosít a termőhelyednek, és megtámasztja, nem fogja elvinni az erózió, és ebből lesz mondjuk 2 centi humusz ősszel, és akkor meg kell fordítani. Tehát a következő évben ide kell rakni az ágyást, és ide közé az almot. És ez egy nagyon gyors, és ezt azonnal tud csinálni. Énként valamelyik Gyula Ivánnak valamelyik videójában benne van. Ez azt hiszem, ez a újra töltve, vagy micsoda, mulcs, mély mulcs újra töltve, egy második. Van egy Facebook oldalam,
vagy úgy, hogy Géczi Gábor, vagy úgy, hogy Magtár, és ott ezeket a fontosabbakat mindig meg szoktam mostani, ez is rajta, úgyhogy megtalálok. Tehát én ezt javaslom. Azért hadd mondjam el, ha semmit nem csinálsz, csak eldobsz magokat, az is terem. Tehát például ugye ezek a úgynevezett primitív népek annyit csináltak, hogy megkarcolták a felszínét a Földnek, tehát szukcesszióra kényszerítették, és oda belökték a magokat. Az a lényeg, hogy soha nem monokultúrába ültess. Tehát keverj össze apró magokat, petrezselymet, bármit, ami apró, minden apró szar bele, és akkor a természet majd kiválogatja. Egy kicsit bővebbe ültess, mint szoktad, és ne sajnáld a magukat. Az nagyon fontos lenne, hogy mindenki a saját környezetében keresse meg a vetőmagokat. Vagy piacokon még vannak nénik, akik árulgatják, vagy én például nagyon sokat találtam házaknak a padlásán. Tehát az öregasszonyok ugye ilyen borkánokba elrakták, azt vagy elfelejtették, vagy kihaltak, de hát ez egy kincses bánya. És ezek jó, lehet, hogy 100 magból egy, de az még az ősigénykészlet. Én ezt javaslom, hogy így csináld. Kérdés? Várjál, azt a mikrofont adjuk már ide, mert mindenkinek joga van a mikrofon, azt tudjátok, demokrácia van. Parancsolj. Hát nem ez az első életünk, és nem ez az utolsó. Tehát figyelj, ez egy játszótér. Te egy játszótérre annyiszor mész játszani, amennyiszer akarsz. Ezt hívják úgy, hogy teljes szabadság. Tehát szabadságot kaptunk a Teremtőtől, ezt talán a gyerekrajzok fejezik ki a legjobban, mert miről szólnak a gyerekrajzok? Van egy forrás, egy atyai ház, és elindulunk az atyai háztól, mindenket eltékozoljuk, és jó mélyre jutunk, eljutunk a disznók fájújához. És ott eszünkbe jut, hogy a francba eszek én a moslékból, ugye még innen is elhajtanak minket, van a példabeszédbe, tehát körülbelül a magyarság most van ott. Tehát az, aki vala Európát egészséges élelmiszerrel látta el, az most Európa szemetébe turkál gyakorlatilag, a Kauflandokban, meg a Tescókban. Na, és akkor elég az hozzá, hogy eszébe jut az egyik kultnál, hogy úristen, én ezt a szart már ettem vala, ez nem én vagyok. És elindul felfelé, és visszatalál a szülői házhoz, és az atya jobbrára ülteti, tehát magával egyenrangúnak elismeri. És utána megint egy darabig ücsörög ugye a házba, és akkor megint elunja magát, és megint lesüllyed, megint visszatalál, és ez maga a világ, a virág. Tehát ez erről szól a világ. Egyébként a Biblia tele van ilyen reinkarnációra utaló. Tehát a reinkarnáció az csak annyit jelent, hogy újra formálódsz, újra születsz. Tehát ez bárhányszor megteheted. De gondolj arra a példabeszédre, amikor, vagy ne is a példabeszédre, kérdik Jézustól, hogy most ez a keresztelő Szent János, ez kinek az újjászületése szabályosan így van benne. Tehát ki volt keresztelő Szent János, és akkor felajánlanak neki ilyen találatokat, hogy Illés, meg már nem tudom, kik vannak a... Csak van itt valami vallásipari szakember. Ki? Mózes, vagy még volt? Tehát három ilyen 1-2-es X-et ajánlanak föl Jézusnak, és akkor tehát tele van ilyenekkel. Tehát ez a játék, ez arról szól, hogy meg kell tanuljunk teremteni. De úgy kell megtanulni teremteni, hogy ne jelentsünk veszélyt a teremtésre. Tehát ne ilyen ön- és közveszélyes barmok legyünk, mint most, amik vagyunk, vagy ami felé megyünk, hanem tanuljunk meg úgy teremteni, hogy ránk lehessen bízni a teremtést. Értitek? Tehát, hogy ne csináljunk károkat. És ezért lejövünk, és ennek a játszótérnek az a játékszabálya, hogy mindennek következménye van. Tehát okozat. Ha csinálsz egy hülyeséget, akkor azt meg kell tapasztald. És ez a lényeg, hogy amikor fölmész, akkor ott szépen a társaid, segítőid, mestereid, tök mindenkinek nevezzük, fogadnak, és ugye megbeszélted velük, hogy ez jó volt, ez rossz volt, ezt elcsesztem, ezt elkúrtam, ahogy a Gyurcsány testvér mondta. Tehát
ezt jól csináltam, és megbeszéltek, és visszajöhetsz, és javíthatsz. És ami a lényeg, hogy, hogy fordított szereposztással lejátszódik az élet minden halálba. Tehát amikor meghal az ember, akkor megtapasztalja, hogy milyen érzés volt annak, akit megsimogatott az ő szemszögéből, vagy akinek egy jó szót szólt, és azt is megtapasztalja, hogy milyen érzés volt, amikor valakit a földbe döngött, vagy rosszat mondott neki. Vagy lehúzta. Azt tudjátok, hogy egy szóval ölni lehet. Egyetlen egy szóval. Egy rossz helyen, rossz paszba kimondott szó meg tudja ölni az illetőt, aki felé fordul. És ugye ez a gyógyítás lényege, hogy egy jó helyen, jó szándékból kimondott szó meg tudja gyógyítani a lelket. Szóval ez erről szól, hogy nem először és nem utoljára, egyébként bárki viszonylag kis tornázással vissza tud menni bármelyik előző életébe. Tehát nem egy náza technológia ez az egész. Tehát ezt meg lehet tapasztalni. Puding próbálja, hogy megeszik. Vannak rá technológiák, technikák, nem tudom minek nevezzem, regressziótól kezdve, akkor a pránások is valamit kavírt szólnak. Tehát gyakorlatilag nagyon sok ilyen gyújtó eljárásban szerepel már az előző életbeli dolog. Én azt mondom, hogy így potyára nem érdemes oda menni, csak hogy nézelődjön az ember, de ha például valakinek olyan fóbiája van, amivel nem bír, mit tudom, valamit nem tud a nyakára venni, egy nyakláncot, vagy egy garbót, vagy egy izét, azt tudja, hogy megfojtották előző életében. Tehát azt érdemes elmenni az előző halálhoz, ott szépen fogják, kinyifan, fényalagút, érte jönnek a mit tudom, nagyszülei, találkozik a mesterekkel, stb. Tehát ezt végig lehet követni az előző életet is. Ez már csak azért is érdemes, mert szerintem aki egyszer is járt az előző életében, soha nem fog félni a haláltól. Tehát onnantól kezdve az lesz vele, hogy egy csomó félelem kiíródik belőle, hogy mi lesz velem, hát legfeljebb meghalok, Istenem, az meg kurva jó volt. Érted? Tehát ezt a haláltól való félelmet, ezt teljesen mesterségesen ültették belénk. Erre szolgált az inkvizíció, amikor embereket nyúztak meg, égettek el elevenen, tehát ilyen csupa szeretett valláshoz méltó dolgokat csináltak. Érted? És ez arról szólt, hogy az emberek féljenek, amikor, tehát ennek lenyomata, valaki egy ilyen durva halállal hal meg, annak biztos, hogy lenyomata marad a következő életében is. És az emberek félnek a haláltól. Pedig nézzétek meg, a természeti népek nem félnek a haláltól, de ők nem hallottak a szeretett vallásról még, tudjátok? Na jó, van egy kérdés? Ide, bele. Nem ide vág, de mondom, hogy állnak erre a védőutás? Na jó, ez lesz a törölt rész, jó Gabi, tehát védőoltásokról volt szó, bepereltem a magyar államot, hogy hogy állunk. Hát úgy, ahogy várható volt, elvesztettem a pert, nem is ez volt a célom, hogy megnyerjem, mert még senkinek nem sikerült. Tehát ez olyan, mint a vizenjárás, hogy az is egyszer sikerült valakinek, azóta se, tehát nem lehet a... Most nem akarok mélyen belemenni, de az állam az egy jogi konstrukció, és abból a hatalomból jött létre, amit elloptak tőled, a családodtól, a falvattól, a városodtól, a járásodtól, stb. Ennek a hatalomnak alapvető érdeke, hogy rabszolgaként használni tudjon téged. Érted? Most ehhez viszont kurva fontosak az oltások. Van egy nagyon fontos könyv, egy német írta, ő nem az egészségügyi vonatkozásaival foglalkozik az oltásoknak, ez tényleg ilyen hogy is mondjam, mint amikor csináltuk ezeket a varsói szerződés hadgyakorlatot, és akkor mondták, hogy 5000 halálozás belefér még. Mondom, hogy jó, az kurva jó, csak ne én legyek. Érted? Tehát az oltásoknak is van egy ilyen vesztesége, vagy hát tudjátok, az autizmus meg így, hát elég durva mellékhatásai vannak, de nem ez a lényege. A lényege ugyanaz, mint a kötelező oltatásnak, minden egy irányba vezet, minden út Rómába vezet. És egy német írt egy könyvet, egy német pedagógus arról, hogy ő mint pedagógus mit tapasztalt az oltásokkal kapcsolatban, és azt, hogy mindegyik, tehát amikor beoltanak egy osztályt, akkor a gyerekeknek megváltozik a magatartása,
sokkal kevésbé lesznek kreatívak, és sokkal szolgalelkűbbek lesznek. Ennyi. Tehát egy droid ne gondolkozva, hanem muszáj, és egy droid kövesse a parancsot. Ennyi. De szóval én se vártam mást, azért én tanárul én készültem, tehát 400 oldalt szakmai anyagot adtam be, ebből a felét a saját pénzem fordítottam, a többit azt így barátok, magosok összerakták, meg lefordították. Természetesen ezt nem olvasták el, hanem csak egyet néztek, hogy a gyerek oltató-e, tehát hogy nincs egészségi problémája, amiért nem lehet oltani, ennyit. Tehát nem azt nézték, hogy most ezért. De nem is ez volt a célom, mert az én sem vagyok hülye, tudtam előre, hogy mi lesz a perből. Engem egy érdekelt, hogy egy éves korát haladja meg a gyerek, mert akkor már nem oltható. Úgyhogy hál' Istennek ezt meghaladta, meg azért voltak még ilyen aranyos történések, hogy a, mit tudom én, a Pest megyei, mit tudom én, milyen kormányhivatal, az megcseszte a monori járási hivatalt valami 100.000 forintra, mert valamit nem adott be időbe, szóval ez egyik kutya harapja a másikat. Tanulságos volt. Tanulságos volt. A legnagyobb tanulság az volt, hogy hihetetlen mennyire el vannak hülyítve az emberek. Tehát kitettem a Facebookra egy ilyen bejegyzést, hogy akinek van magyar nyelvű anyaga, orvosi anyag, az küldje már el ehhez a perhez. Most a legkevesebb az volt így reagálásokban, én nem tudom hány ezer reagálás jött, töröltem is két nap múlva, ez tragikus volt, hogy reméli, hogy a börtönben rohadok el, és majd ott megfarkalnak, érted? Tehát voltak azért itt ilyen orvosi szintű valamik is, de amikor az asszony véletlenül beleolvasott, és egy ilyen volt benne, hogy remélik, hogy elveszik tőlünk a gyerekeket, akkor egy ilyen hogy hívják ezt, sírógörcsöt kapott, és akkor azt mondtam, hogy töröl. Tehát nagyon messziről kell indulni majd az emberekkel. És csak nagyon nagy türelemmel és szeretettel lehet. Tehát ha nekiállsz te is vagdalozni, hogy te rohadj meg a börtönbe, azzal nem vagy előrébb. Tehát hatalmas tudás hiány van ezekben az emberekben. És ezt nem lehet 5 perc alatt rendelni. És hatalmas félelem, és azt se lehet 5 perc alatt. Tehát aki azt hallja gyerekkora óta, hogy a Pasteur bácsi milyen fasz a gyerek volt, meg melyik oltás hogy segít, meg hogy a tehén, meg a BCG, meg a izé, az nem, eleve nem fog elolvasni egy tényleges szakmai anyagot. Tehát Indiában gyakorlatilag már nem is emlékszem, egy ilyen 500 000 emberen próbáltak ki egy talán pont ezt a BCG oltást. És akkor volt egy kontrollcsoport, és 1000-szer rosszabb volt minden paraméter. De ez még egyszer mondom, 500 000 ember, ez nem pár tucat ilyen kismintás kísérlet. Szóval nagyon sok minden van fönn az interneten, szakmai anyag. Én azt látom legnagyobb gondnak, hogy mindenki azt hiszi, hogy egyedül van. És egyesével olyan lazán levadásszák az embereket. És van ez a One People mozgalom, nem tudom, ki hallott róla. Ez az op.org. Azt hiszem ez, vagy ez a... Ismeri valaki? One People. Ez az? Tehát ez a One People mozgalom, ez arról szól, hogy Amerikából indult el, hát ott a legnagyobb, ahol nagy az ínség, közel a segítség. Tehát messze ott a legnagyobb az emberek kiszolgáltatottsága. És honnan indult el ez a mozgalom? És ez egyszerűen rájött arra, hogy minden egyes állam az cégként van Amerikába bejegyezve. Tehát rá lehet keresni, hogy a magyar állam, egyébként Orbán Viktor írta alá. Tehát az ő idejében történt az egész, hogy nem tudom milyen korlátozott felelősségű társaságként van bejegyezve Amerikába. Most innentől kezdve az amerikai kereskedelmi törvények vonatkoznak rájuk is, és innentől kezdve ki tudod vonni magadat, mint egyént. Tehát azt mondod, hogy te természetes személy vagy, és nem jogi személy. Egyébként biztos vagy benne, hogy itt is az van, mint a világon mindenütt, hogyha téged személyként szólítanak meg, akkor nagybetűvel kezdik és kisbetű. Ugye ez a szabály. Ha jogi személyként vagy megszólítva, akkor csupa nagybetűvel fogják írni a nevedet. Csak kérdem, hogy így van nálatok számlákon például, mivel írják? Nincs valakinek egy számla? Tehát csupa nagybetűvel, ugye?
egy óriási programozási feladat lenne, gondolom, az elsőt nagybetűvel, a többit kisbetűvel. Nem, hanem más a jogi státusza. Na, elég az hozzá, hogy ez az ember, ez egy csoport volt tulajdonképpen, egy ilyen embervédő csoport, és kifejlesztett egy olyan jogi utat, amin már több száz ember Magyarországon kimászott ebből a svájci frank alapú hitelből. Tehát működik. Büntetéseket lehet vele eltöröltetni. Tehát ez nagyon érdekes, nézzetek utána. Azt hiszem, hogy harmóniában.op.org, nem? Feri, megnézed, légy szíves, op. Na, elég az hozzá, hogy nem baj, hogyha ebbe tájékozottok, hogy emberként milyen jogaitok vannak, mert ez, amit csinál velünk az állam, ez nem az emberi jogainkra, hanem hogy is mondjam. Tehát amikor megszületik egy ember, akkor kap egy, hogy hívják ezt a szart? Nem a szám a lényeg, hanem ez a anyakönyvi kivonatot. Na, akkor kerül az állam tulajdonába. Ennyi. Ugye ez van a kocsiknál, mindegy. Szóval nem akarok belemászni. Olvassátok el. Először megdöbbentett, amikor elolvastam, de úgy, mintha neki futásba orrba vágtak volna. Utána elkezdtem öröngeni, hogy ezt a személyiséget, hogy tőzsdéznek velünk. Értitek? Tőzsdéznek. Azért kellünk, hogy rendesen mit tudom, hány ezer hogy hány százezer dollárt ér egy ember, és akkor rendesen tőzsdéznek vele. De ami a legbrutálisabb, hogy Amerikában már van egy olyan formanyomtatvány, hogyha megbüntet a rendőr, mit tudom, $100, akkor a jogi számládról átkérheted a büntetést. Tehát nem te fizeted ki, hanem közölt, hogy te a jogi számládról fizeted. Nézzetek utána, tudom, én ugye így néztem, nem én butában néztem, még ennél is, mint ahogy ti néztek, de az a lényeg, hogy működik. És olyannyira működik, hogy Magyarországon már egy csomó embernek, például ezek a behajtások, mit tudja, hogy telefoncégeknek, mit tudja, csak ennyit írsz vissza, hogy OP, már külön dossziéba rakják, mert az annyira zűrös jogilag, hogy nem mernek vele mit kezdeni. Behajtó cégek. Úgyhogy egy kicsit ti is nézzetek szét ezen a vonalon, csak azért, hogy önellátók legyenek, ugye önellátásról volt szó. Ja igen, tehát kicsúsztunk a határidőből, gyereket nem oltották be, és miután elég nagy port vert fel ez a izé, azóta csönd van. Úgyhogy megúsztuk. De nem ez a megoldás, tehát ez egy túl nagy falat a hatalom, én is, ha nem lenne ennyi barátom, meg ismerősöm, meg volt diákom, meg minden, meg nem érezném ezt, amit tőletek is itt kapok, hogy itt mit tudom én, ahelyett, hogy kint gyönyörű volt a Hargitán átjönni, sütött a nap, stb. Tehát ahelyett, hogy kint sielnétek a madarasi, itt kucorogtok és hallgatjátok ezt a messziről jött nadrágos embert. Szóval ebből azért nagyon sok erőt nyerek, de szerintem civilben ezt csináljátok. Tehát a legegyszerűbb az, hogy elköszönsz gyorsan a doktornénitől, kiszívod a körülbelül 10 percig még az oltás csatorna az nyitva van. Kiszívod, mint egy kígyómérgőt, kiköpöd a fenébe, rátesz egy kis ecetes agyagot, és kész. Ennyi. És megúszta a gyerek. És figyeljetek, ha bekap egy oltást, most mi van? Érted? Mi is oltással nőttünk föl. Lehet, hogy akkor még nem voltak ilyen tökéletesek az oltások, mint ma. De azért élünk. Biztos, hogy elhűltünk. Tehát én érzem magamról, hogy mennyivel hülyébb vagyok, mint mondjuk a gyerekem. Tehát ez döbbentes, mennyivel lassabb a felfogó képességem, a képalkotásom. De ő már jobb helyzetben lesz. Kérdezzetek. Mi mondani? Na. Na, amit itt elmondosan helyzetben vagyunk, már az ortodox egyháznak és az ortodox papozikban köszönhetően nem kötelezünk mi az ortodoxon. Nem. Elég hangosan beszél. Kölcsön adom a székely meccsre, hoki meccsre. Nem szeretem. Tulip Lavantét halljátok, ő is gyógyító. Na mondjad. Na mondjad akkor, amit mondtál az egyházról, mert ez is volt. Hát ott az a vége, nem hallottam, mondd be még egyszer. Ezt meg odaadom az ellenvéleményre, én meg leülök sörözni, tudod, a cigány, a skinhead, meg a üveg sör. Pánika.
azon a területén, hogy hívsz egy papírt, és elfelelősségre nem adott a tég a védőoltást, és kész. Másrészt pedig, Mikrofonba! Így van, tehát az oktatás a kötelező, de végül oktatások nem. Most döntsék el az iskolai igazgatók, hogy itt van. Na. Kikapcsoljátok ezt a szart. Kikapcsolod. Na, jó, akkor még egy utolsó pár mondatot hadd szóljak a pálinkázás előtt, mert utána körbe kínálnám ezt a cikkegy gyöngyszemet, vagyis ezt a kétszem gyöngyszemet. Hadd mondjam el, hogy egy barátom, aki évtizedek óta mondja, hogy újra kéne építeni a tizedes rendszert, azt mondja, hogy amíg nem építjük újra a tizedes rendszert, addig jutalmunk a létező demokrácia. Érted? Tehát abból a hatalomból vigyészkednek, amit elloptak tőlük. Hogy állt össze ez a hatalom? Hát a legjobban nektek kéne tudni, mert utoljára itt maradt fönn a székely tízeseknek a rendszere. Ez egy tizedes rendszer volt, egyszerű, mint egy faék. Minden 10 család fő, vagy 10 család választ egy tizedest maga fölé. Minden 10 tizedes választ egy századost maga felé. Minden 100, vagyis minden 10 százados választ egy ezredest maga felé. Minden 10 darab ezredes választ egy tízezredest. Ez volt régen a tumeny, tömény. Ez volt a katonaságnál a legmagasabb szint, de a polgári szint az ment feljebb. Minden tízezredes választ egy százezredest, minden százezredest egy milliómost, és 10 darab milliómos választ maga fölé egy királyt, vagy vezetőt. Ez utoljára Árpád korában működött. Ő volt az utolsó, ahol bizonyíthatóan végigment ez a rendszer. Tehát Árpádot a 7 vezér, ez a 10, ez nem feltétlenül 10, ez 7-től 12-ig, 7 vezér maga fölé emelte. Ugye? Pajzsára emelte. Azaz lemondott a jogainak egy részéért, mert a közös képviselet az jobban tudja a közösségi jogokat képviselni. És Árpád képviselte, ugye bejött a Kárpát-medencébe, ellene küldték az akkori idők legnagyobb seregét, ugye az akkori NATO-t, és azt Árpádék egyszerűen szarrá verték. Ez volt a pozsonyi csata. Nézzetek utána. Tényleg egy felemelő haditett volt. És utána évszázadokig nem bántották a Kárpát-medencét, mert nagyon csúnyán a kezükre vertek. Na most ennek ára volt, mert Árpádnak meghalt 2 vagy 3 gyereke. Hány? 2-3? 3? 3 gyereke, és ő maga is halálos sebet kapott. Tehát mind a 3 gyereke ugye hadakat vezetett, mind a 3 meghalt, és ő is halálos sebet kapott. Tehát így működik, amikor a legjobb ember kerül fölülre, mert ha nem hülye a közösség, akkor a legjobb embert emeli tizedesi rangba. Ha a 10 tizedes nem hülye, akkor a legjobbukból lesz az ezredes, értitek? Tehát mire az egész rendszeren végigmegy, ez egy hatalmas szűrő, és a legjobb kerül legfölülre. Belül lesz Árpád mondjuk. Na most nézzétek meg, ha szűrő nélkül kerülnek hatalomra emberek. Nem akarom bántani se Gyurcsánt, se Orbánt, mindenki másképp hülye, tehát joguk van ezt csinálni, amit csinálnak, de valami keveset használnak az országnak. És sajnos az Orbán is. Mondja. Csak a rend kedvéért, hogy Árpád létrehozta a dinasztiát. Az azt jelentett, hogy fentről lefelé elkezdett. Mostantól már csak az Árpád házi lehet,
Igen, igen, igen. Én nem ott látom a törést, tehát Árpád még nem hozott létre a dinasztiát, ennek semmi nyoma nincsen. Eleme Taksony és Géza közt volt valami gebasz. Tehát ott nagyon durván megváltoznak a törvények. Tehát például előtte olyan volt, hogy aki nem jött a nemzetgyűlésbe, azt egyszerűen megölték. Tehát aki vezető volt, választott vezető, elfogadta, és nem ment a nemzetgyűlésbe, azt megölték, és a családját rabságra bocsájtották. Na most onnantól kezdve megváltozott. Onnantól kezdve már nem volt ekkora felelősség, hiszen már építették a piramist. Tehát már a dinasztikus uralkodás, ami nyugaton volt, hogy ilyen hatalom az Istentől származik, és a király az tulajdonképpen egy Isten király, tehát teljesen más típusú valami volt nálunk. Teljesen más. Egy természeti nép az nem is tud így működni. Egyébként még egyet hadd mondjak el, ami nagyon fontos, mert ezt újra kell építeni. Tehát itt nincs mese. Különben életünk végéig szopni fogunk. És csak megyünk, sodródunk a nyugat felé, a nyugati demokrácia felé, a buzulás felé, a gender felé, a gyerekeink tönkretétele, a föld tönkretétele, az élet tönkretétele felé. Ha nem ébredünk föl, akkor nincs megállás. És azért mondom, hogy ezt mindenképpen újra kell építeni, de ha már újraépítjük, egyébként ez a cím, amit kerestem, ezt írjátok föl és nézzetek utána, nem könnyű olvasmány, de ott mindent megtaláltok. Egyébként a bizonyítékokat is. Na, tehát igen, ezt a tizedes rendszert újra kell építeni, tehát újra lesz gyökere a fának, újra stabil lesz a fa, állni fog, stb. Csak egyetlen probléma van. Mi van akkor, hogyha ma tényleg létrejön ez a rendszer, és elkezdik kérni az emberek, mert ezek nem vezetők, ezek képviselők. Tehát ezek képviselik a közösségüknek az igényeit, az akaratát, érted? Képviselők. Tehát azt a képet, amit ez a közösség állított föl, azt képviselik. Mi van akkor, hogyha ma létrejön egy ilyen rendszer, mit fognak követelni mondjuk a vezetőjüktől? Elmondjam? Még több autópályát, még több kórházat a kórnak, ugye? Még több kötelező oktatást, ha lehet, akkor már egy éves korukba kezdjék el a kötelező oktatást a gyerekekkel. Mindenre legyen védőoltás, mindenféle bacillusra, vírusra, gombára, érted? És ingyen sört és halhatatlanságot, ezt fogják kérni az emberek, mert ennyire el vannak hűítve. Ezért egy természetes közösségnek soha nem egy vezetője volt. Mindig két vezetője volt. Volt egy törzsfőnök és volt egy varázsló. Volt egy Attila és volt egy Buda. Volt egy Kende és volt egy Gyula. Értitek? Így épült fel a közösség. Tehát két ilyen hierarchia, az a szentrend volt. Volt egy párja ennek az egésznek, tehát ez volt a gyökér. De ennek van egy párja, és ez legalább ilyen fontos, ez a korona. Érted? Tehát ennek meg az a feladata, hogy lehívja a képeket a szellemvilágból. Érted? Tehát a varázslónak, oda is a... Tehát a varázslóknak az a dolga, hogy ezt a képet, ezt előállítsák a közösség számára. 5 évre, 50 évre, 500 évre, 5000 évre. Érted? És mindig születnek erre alkalmas emberek. Csak ebbe a korban minden gellert kap, érted? Így lettek tripperes tártosaink. Adinál nagyobb tártos nem kell. Egy József Attilánál. Érted? Csak az egyik az a sinek közt végezte, másik meg nemi betegségben meghalt. Mert ez egy ilyen világ. Érted? De azért, mert ezek az emberek egyedül voltak. És még egyszer mondom, egyedül levadásznak minket. Mindnyájatokat, mindnyájunkat. De abban a pillanatban, hogy létrehozzuk ezeket a közösségeket, itt már szó sincs erről, hogy a gyerek csak akkor mehet iskolába bevaloltva. Eleve hát ezek olyan logikai bukfencek, hogy az a közösség védve van, hiszen be van oltva. Az én gyerekem nincs védve, hiszen nincs beoltva. Csak a védetteket óvják a védtelentől. Van itt üdő. Szóval nem, mindegy, én nem akarok már ebbe belemenni, mert engem már nem érdekel, leszarom. Én az újat építem, nem érdekel a régi. Ha
meghágnak, az is jó, ha nem, az is jó, érted? Tehát már nem érdekel az, hogy most büntetnek. Igen, minden évben kifizettem a kis parlagfűbírságot, most legújabb ez egy 700-es buli volt a tóér, mert hogy erdőben nem lehet tavat csinálni, azt már nem fizettem ki, azt inkább megbeszéltük értelmesen, hogy mit lehetne. Tehát azért a hatóság is emberekből áll, ezt ne felejtsétek el, megvezetett emberekből. És nem rossz indulatúak, annyira rossz indulatúak, mint te meg én. Tehát pontosan erre kell appellálni, ők is emberek, és kiirtani a vírust. Mindenkinek megmutatni a mutató ujjadat. Ennyit tegyél meg majd, jó? És magyarázatot adj hozzá, hogy hogy működik ez a világ, és hogy ébredjenek. Neki most elalszik, az örökre elalszik. Halljátok, szik. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Én elindítanám majd ezt a két kört, és akinek még van egy kis ideje, az maradjon. Kérek szépen egy mikrofont. Azt mondták Isten, hogyha kinyit egy álmot, megadja a lehetőségeket, és beteljesüljön. Segítséget kérek. Mindenkit. Nekem az volt egy álmom, hogy a Székelyföldön csíkbár, mondjuk egy olyan közösséget, amelyik összekapcsolja Anasztáziát a Kárpát-medence kultúrájával. Megértsük a saját kultúránkat, és megéljük. Megpróbáljuk megélni. És visszavezetni egy olyan, vagyis egy olyan közösséget indítani, kovácsolni, akik együtt, beszélgetéssel, párbeszédben, szeretettel tovább viszik azt, amit én megállítottam. Én egyedül vagyok, az előhetőségem rajta van az interneten, az legutolsó meghívó. Nincs, amiért bemutatkozzam, mert úgy se ismer senki. De miért nem? Azt is mondd el. Nem mondjam. Hát persze. Nem itt éltem, Svédországban ilyen élek. Ácsángott. És visszajöttem ide, és üzletem, hogy itt folytassák. Azt, amit én elkezdtem, szeretném, hogyha egy informatikus, aki segítőkész, segítene elállítani egy közösségi oldalt, ahol mindenki találkozhat, ahol mindenki beszélhet, ahol együtt meg lehet tervezni egy következő találkozást, ki mi érdekel, esetleg hívjuk más előadókat is. Még többször. Ötleteket kérek, segítséget kérek, és egymásnak a segítését, egymásnak a megbeszélését, közösséget. Voltam Magyarországon, ahol még most jelenleg úgy működik, hogy akinek eladó területe van, aki területet akar venni, aki valami magot termelt, összecserélik, összebeszélgetnek, egyik segíti a másikot, egy közösség a másikot, minden régióban van egy kis csoportra, melyek párbeszéddel, szeretettel egymás segítik. Ötleteket kérek aztán majd az interneten, hogy ki minek örvendene. Itt van a kolléganőm, a kis hajnik, aki most jelenleg nincsen itt. Ő az egyedül, aki segít, a Volt Gábor, aki ő jön a technikai résszel. De úgy szeretném, hogy egy olyan csoportok alakuljanak ki, akik közös párbeszéddel egymással. Megköszönöm Gábornak, és meghívjuk még egyszer, még nagyon sokszor, hogy jöjjön segítsen. Köszönöm. És köszönöm szépen, hogy eljöttem. Azután a papoktól. Tudom. Szentelt víz. Van-e valami adományláda? Vagy valami? Adományláda ott a kosár. Na, hogyha azt akarjátok, hogy ne gyalogoljak egész hazáig, akkor valamit lökjetek bele, amit jó szívvel adtok, tehát nincs itt semmi meg, és ne akarjatok nagyobbat szarni, mint muszáj, ez az életre is vonatkozik. Tehát lájtosan, kényelmesen, lelkesedve. És olyan,
olyan felemelő, hogy most életünk. Tehát mindenki magában van, meg maga mellé zuhan, vagy bassza, meg miért most élek. Hát én nem tudom, nem létezik ennél felemelőbb, hogy itt a végjátékban, amikor a legjobb játékosokat bedobják, itt feszítünk címeres mezbe. Szóval ez szép, értitek? Szép, gyönyörű. És nyerni fogunk, higgyétek el. Együtt.